Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, hát ma új mérföldkőhöz ér a televíziózás. No, na, mai este én ezt János, már nagyon, te ma este szerintem egy adag nachosszal, 6 kg avokádókrémmel és 4 cukorral leöntött csoki tortával fogsz leülni majd a TV képernyő elé, mert az egyik kereskedelmi csatorna mesztele randi műsort indít, azaz valódi kuki, valódi nuni, blőrözés nélkül. Ide jutottunk. Nincs kiblőrözve, eltakarva, Ádám csúnyája, Iva kicsi kis kikandikálója, nem lesz blőr a bőrön. Mesztelenül randiznak gyerekek, aki ezt bevállalja, azért az tökös. Láthatok élőben Vador Hideákat. Szerintem ott Milo Vador Hideákat és kaktuszokat és minden. És oroszlán szájokat. Szóval le a kalappal, aki el tud menni ilyen műsorba. Én ha stresszelek, én visszaugrom. Tehát azért ott, amikor rakják rád a portot és elmegyek, hogy 3-2 egy adás, sétálj be a díszletbe és megérkezel a kukiba. Én láttam az eredetiét és imádtam. Komolyan mondom, nagyon vicces volt maga, tehát a szituáció. Ugye a kezdeti zavarodottságok, meg aztán, amikor meg már találosan természetesen sétálgatnak. Az is jó volt. De mit kell csinálni? Fiúk meg lányok? Van randizol? Semmi. Ugyanazt, ami ja, össze kell más. Jönni? Igen, itt semmi különbség nincsen e közt a műsor között, meg azok között a korábbi ilyen kis randizós műsorok között, amiket már láttál, hogy te elmennek valami nagyon szép helyre, és akkor ott forgat, és akkor mesztelenül vannak. Bejön-e B vagy B-nek C, és csak éppen mesztelenül vannak. Ez vicces. Ez bátorság kell. Nagyon komoly. Szóval elmenni Gézának, aki alattad lakik a harmadikra, egy társaságra, egy szál kukiba, másnap ott áll mellette a liftben, mert hogy velük találkozol. És megérkezni a siklóernyővel. Itt már karcol. És mutatnak lentről a béka perspektíva, és közeledik, és nő, és egyre nagyobb, és Jézus. Tehát azért ehhez komoly bátorság kell. És szerintem a paniknak nagyobb, mert egy nő, ha levetkőzik, oké, most, tehát hogy valahogy neki kevesebb takargatni való, én nem tudom, miért azt gondolnám, de egy palira azonnal, ha ránézel, mindent tudsz róla. Hát így van. Egy nőről még nem biztos, csak az, hogy csinos jó alakja van. Mert ennyi pénzt kellene nektek fizetni, hogy elmenjetek azért egy mesztelen valóság. Azt mondja, semmit. Nem, azt mondtam, hogy semmit. Ja. Ennél az én inger küszöbben már túlva, hogy mesztelen embereket nézett, tehát 40 évesen szerintem már azért, ha máson szocializálódsz, akkor azért már látsz az interneten durvább dolgokat. De itt úgy tudsz, ez egy legális kukkolás, ennek szerintem a zsenialitása, vagy a vonzereje a műsornak, hogy ugye a felnőtt tartalom nézése az interneten, az valóban már többet hoz. De itt az is benne van, hogy ők ezt átlagemberként vállalták ezt a sztorit, és ez egy átlag tévéműsor egyébként, idézőjelesen mondom az átlagot. Tehát, hogy azért az átlag tévéműsor a brutál, nem tudom, hogy azért Karib világban mesztelenül randizol egy gyönyörű nővel, azért a magyarok nagy többsége nem. Nyilván, nem de hogy televízióban menő. Igen. Tehát nem kell rákeresned a felnőtt tartalomra a számítógépen, ami ugye kicsit ilyen fű alatt menős történet, hanem bekapcsolod a tévét, és ez van! Azért a Salesnek mikor kiadták, hogy keres ruhaszponzort, nem? Add el, nem tudom ezt. Valami napteljes, nem érdekel, sőcsém, akkor. Valami napteljes, hát mit tudom. Azért a Sales bajban volt, rohadt életben, mit értékesítjünk ezzel. Szóval elmenek mesztelenül. Én nem mernék így találkozni egy nővel azonnal mesztelenül. Tehát emlékszem, te igen? Én igen, mert nem, tehát hogy... Nem a méreteim miatt, hanem az arányaim miatt. Mert az arányaim kifejezetten jó. Te maga vagy mesztelenül egy optikai csalódás? Igen. Tehát igazából nem vagy akkora, igen, csak a más méretéhez képest felnagyítják a méreteidet. Így van, és mindig bíznak benne, hogy nem az van, hogy nagyon közel vagyok, hanem közeledek. Mert csak kicsinek tűnik. És utána veled szemben Gabi mesztelenül, és azt mondja, János. Én tudom, hogy amikor régebben randiztam csajokkal, és odáig ment a dolog, akkor is a második, harmadik, nem tudom, negyedik randi, amikor már tényleg úgy vagy mesztelenül, szex után nem kapsz azonnal boxer alsót, nem úgy mész ki, hogy már úgy nem zavar, hogy mit tudom, együtt zuhanyoztok, nem? Azért ez kell egyfajta gátlástalanság, így elmenni egy porttal a nyakadba, az operatőrök előtt megérkezni, igen, randira Évával. És nem? Nézzek, és az első mondott a lánynak, hogy hát remélem azért agya van. Igen.
Igen, ha már nem hús, legalább vérre miatt. Ugye, hogy azért ehhez komoly bátorság kell. És akkor mit csinálják? Mindenféle olyan feladatot, amit vicces mesztelenül? Persze, hát nyilván rájátszol. Tehát ülj egy kanopiba, és akkor ott majd az kicsit felnyomja az acsit. Első feladat, hogy menjetek el jetskizni, érted, együtt. Uh-huh. És az az első találkozásod egy lányjal, hogy ül a hátad mögött, vagy ülelet, és átölel téged, és mind a ketten pucéran ültök a jetskin. És a castingban hogy zajlik? Tehát bemész, nem tudom, a SNTV csatorna irodájába a Szőnyi útra, ha mondjuk ott van, és a Szőnyi út harmadik emeletén egy finoman szőnyegezett, ablakos magán kis irodában le kellett vetköznöd? És azt mondták, hogy Gábor maga megfelel? Csak szép emberek vannak ott egyébként. Ott ültek hárman, és a casting bizottság, akkor vetközöl, ez volt a casting? Igen, szemüveg letol, maradhat. Igen. Na de ne, uram, ne vicceljem. Ne aranyos, következő. Lajos, légy, hogy termosztátot tekerd már föl, mert... Szóval ehhez azért komoly bátorság kell, nem? Az is határtalan exhibicionizmus, mert nem ehhez vagyunk hozzászokva. Tehát, hogyha az lenne, hogy mondjuk egy átlagos, mit tudom én, egy átlagos ilyen természetbúvár műsorban, és mondjuk azt hallanád, hogy ezért, hogy megy a műsorvezető, és éppen arra megy, hogy a karibtérség jellegzetes növényei a kókuszpálmák, és egyébként full pucér, akkor nyilván az lenne a meglepő, hogy akkor következő műsorban, hol van rajtuk, de hát nem ezt szoktunk. Hát senki nem mutatja meg magát így. Mondjuk az lenne a korrekt, hogyha a műsorvezetők is pucérok lennének. Ki van műsorvezető? A Horváth Éva vezeti a műsort? Vagy nem tudom, nem tudom. Igen? Van műsorvezető? Hát elvileg nem egymással beszélgetnek. Hát mi egy narrátor összeköti? Nem, kell. Igen? Hát van az eredetben, van műsorvezető. És az ruhában van. Nem mesztelen. Tehát de az lenne a fair. Nem. Amikor a műsorvezetőt mindig is kicsit hát, amikor veszik szemből a játékosokat, műsorvezető kicsit hátul van, és akkor ott egy popper, ott... Istenem, de jó, hogy ezt nem az RTL csinálja. Bali, nézd meg a szerződésedet, ezt most be kell vállalni, és ott állnék pöcsben. Így van. Sziasztok. Tudjátok, el kellett vállalnom. Három nemitán, egy igen. Volt három nemed, erre most igen kell mondanod. Bali, irány Mexikó, és ott állok, tudod. Nagyon fehéren, tudod. Rettenetesen kiszolgáltatott állapotban. Kezdődjék a párbaj! Atya úristen! Na jó, hát egy kicsit tévéműsoroztunk, meg kíváncsiak vagyunk, hát megnézzük. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Ugye vártuk uh-huh. a tankcsapdát nagyban, igen. De hát úgy látszik, hogy kétharmad, egyharmad arányban. Egyharmad. A jövő, gyertek ki. Igen. Hello, jó reggelt, hát Fejes már megérkezett hozzánk, csáó, de a többiek sziasztok, még sehol, csak nem a dugóban, nem kirúgta őket. Egyszer nem vagyok velük, és káoszba fúlad az egész. Elengeded a kezüket, és vége. Vidékről nem találnak Pestre, érted. De látod, ki a legfontosabb, ki a legprecízebb, aki már a megszólalás előtt itt ül 10 percet. Én reggel 6-ra jöttem elnök is. Komolyan? Ja, csak nem engedtek lelkes be. Lelkes vagyok. Én ültem a parkolóba, a kocsiba, de most ez már a felbomlás jele, hogy nem jártok együtt interjúzni. Hát nem tudom, mondom, mindig mondják, tudod, hogy a színpad olyan, mint egy saktábla, hogy elől vannak a futók, hátul a királyok. Ja, jó, de szép. Igen. Én ezt úgy hallottam, hogy hátul ülnek a bolondok a dobosok. Én nem így ismerem, ezért mentem dobosnak. Most nagyapám mondta, amikor hogy beirattak dobolni, hogy valami komolyabb hangszert is választhattam volna. Igen, hangos is, nagy is, így rossz van, pakol. Mert nagyon már mondta, hogy miért nem pikolózok, mert az nem pakol, és pakol sokat, mindig cibajánni keresd a nagy dolgot. Miért nem dorombozol az a belső zsebben? Igen, az a leg. Figyeljetek, hívjuk föl őket, kérdezzük meg, hol tartanak. Persze. Tehát, ha való ott az Aréna MTK pálya, akkor még várunk. Ha mintem az M3-ason állnak valahol Gödöllő környékén, akkor viszont telefonon is beszélgetünk velük. Tehát kérdezzük meg, hogy még mennyi idő, legalább kapunk egy kis közlekedési írt is egybe, hogy mi a helyzet. Sidi most Debrecenben lakik, hogy ők együtt jönnek? Elvileg igen. Tényleg? Debreceni gyerek lett? Bevették a városba? Ja. Mert oda azt ki kell érdemelni. Pedig nem felvételi volt, ilyen szempontból kötelező felvételi. Na, kit hívtál, Juli? Lukács? Haló, jó reggel, csáó!
Laci. Szia, jó reggelt nektek is, hello. Sziasztok, ciao. Mi a helyzet a Lágymányos híd, illetve a Rákóczi híd? Igen, elindultatok-e már Debrecenből, ez a kérdés. Merre vagytok, mi újság? Hát én most keltem föl, mert miért kérdezed? Ennyi, figyelj, ez a rock'n'roll élet. Te figyelj, 8 órakor egy rádiomisorban az ember megébredi 4-9 körül. Na, tudjuk, hogy baleset van, egyébként ti is azért késtek, nem, ti nem biztos, hogy tudjátok, de előttetek pár kilométer egy baromi nagy baleset van a Lágymányos híd pesti oldalán, emiatt dugul az egész város. Ők csinálták. Igen. Hol vagytok? Azt most tudod, Laci? Hogy figyelj, tudjuk a balesetet, mert természetesen hallgattuk a rádióműsort egész úton, amíg az autópályán jöttünk. Egyébként ez tényleg elég faramúci, hogy Debrecenből Budapestre el lehet jutni szűk két óra hossz alatt, és aztán a város táblától, Budapest táblától hozzátok a rádió, hogy kellene újabb két óra hossz. Igen, hossza. Az a nagyobb meló egyébként. A maradék 10 kilométerre. Egyébként innen már gyakorlatilag látjuk azt a kereszteződést, ahol a rádiótok van, tehát nem vagyunk túlságosan messze, viszont addig gyakorlatilag tömött sorokban állnak az autók, úgyhogy ez időben mit jelent, sajnos nem tudom neked megmondani. Tehát szálljatok ki és rohanjatok előre. Hagyjátok ott a kocsit, pattanjatok és rohanjatok ide, aztán majd valaki elmegy az autóért. Végülis láttunk már erre vonatkozóan amerikai filmet, az Összeomlás című filmet, ahol Michael Douglas megunta a műsort. Hát szerintem most mi nem fogjuk ezt a példát követni, sokkal inkább azon vagyunk, hogy a lehető leghamarabb élőben is találkozunk. Jó, gyertek akkor. Közben itt egy tehetséges dobos jelentkezett nálunk, mert hallott, hogy ide jöttök, mit csináljunk vele. De ki az? Állítok egész jó. De ki az? Állítok, tök jó a csávó, itt ül velünk. Én, nagyon pontos volt, már 3-4-8 óta itt zsibbaszt minket. Állítok nápoid neki, és akkor szépen el lesz csebben, mint jó, az idő. Jó, nápoival, oké. Okay. Jó van. Okay, Sidi, mit csinál most éppen? Te voltál, aki most megszólalt? Hello, Sidi, jó reggel. Ciao, hello. Ki vezet most kettőtök közül? Vagy sofőr van? Vagy, és ti meg ültök a hátsó ülésen? Sofőr. Nem, a hátsó ülésen, nem, Laci vezet, én meg mellette boldogítom. Nagyon helyes. Ez a baj. Igen, mellette boldogítom, nem úgy. Ja. Nem értettük félre. Jó, oké, gyertek, akkor várunk benneteket, jó? Igyekszünk. Oké, ciao. Hello. El kéne jöjjenek jobbra. Simán eltévedtek. El kéne jönni jobbra, csak azt nem ismerik azt az utat. Nem ismerik az utat, hogy lejönnek jobbra a Hungáriáról, ott van egy kis mellékutca, és hátulról bejönnek. És megtámadnak bennünket. Igen. Egyszer megkérdezték tőlem egy adásból, hogy hiszek-e az UFO-kba, és mondtam, hogy persze, kettővel jártak egy zenekarba. Nehéz egyébként a két csávó. Hát, ők a művészek. Ja, te vagy a racionális ember, meg a két izi ember. Azért vagyok itt, látod. De ők egyébként nem ilyen késősek, egy pontos palik, nem? Hát én azt gondolom. Nem, igen? Nem. Egyébként az egész zenekarra jellemző az, hogy pontos a zenekar. Tehát így alap. Fetsz, mert te mondjuk szólsz Sidi, nem, de egyébként el. A Sidi az hajlandó lenne. Tehát ő a szétesős típus. Tényleg, beszéljünk már róluk most is. Eljött az én időm. Ez a műsor, ez abszolút ilyen. Tehát ha valaki itt van, azért kap, ha valaki nincs. Egyébként azért is ilyenek vagyunk. Ha valamelyikünk hiányzik, az nagyon kap. Múltkor voltunk egy ilyen interjúban, és mondták, hogy az a feladat, hogy egymásról mondjunk jó és rossz dolgokat, és mondtuk, hogy mivel a Sidi nincs, itt csak a Sidiről beszéljük. De az a típusúak vagyunk, hogy bárkiről elmondjuk a véleményünket a hátam mögött, tehát itt simán. De ez nem baj, hát ez mi is ilyenek vagyunk. Igen, Laci vezet, Sidi retteg, írjátok hallgató. Bakó megjegyzetel. Igen. Na jó, azért nézzük át az aktualitásokat, tehát azért kezdjük el ezt a beszélgetést nyilván, amiért ti most jöttetek, mert hogy nagyon sok minden történik a zenekarral. Kezdjük Laci... el a Laci Kossuth díjával. Aztán majd arról is beszélünk, de hát nyilván azért az aktuális dolgokat említsük meg, hiszen itt van szó ugye egy dokumentumfilmről, van szó a dokumentumfilm zenéről, van szó egy vadonatúj klipről is, tehát azért van miről beszélni, aztán majd a srácok valamikor becsatlakoznak. Így van. Honnan kezdjük? Na, kezdjük a dokumentumfilmmel. Ez ugye május 13-án jelenik majd meg maga a film, ugye? Így van. A Lévai Balázs rendezte, ha jól tudom. Így van. A 25. jubileumi évünket forgatták végül is végig, egy ilyen dokumentális jelleggel. Megnyitottam az oldalatokat, Tomi, nézd, itt van, hogy tudja puskázni. A jó. Egyébként tök jó, mert hazánk mintha én magamat hallanám. Van egy filmünk, fel se tudja, a Balázs ügyes rendező, valamikor bemutatják. Figyelj, egyébként soha nem vagyok tisztában ezekkel a dolgokkal. Három rohadék rockcsempét, segítek, ez a cím. De ki az a három rohadék rockcsempét? És miről szól? Azt nem tudom, de hogy másik kettő. Figyelj, alapjában véve semmi extra nincs benne, nem kellett megváltani saját magunkat, mert az egész film arról szól, amilyenek mi vagyunk.
tehát egy olyan szituációba ábrázol minket Balázs, ahogy élünk, ahogy a hétköznapjainkat éljük, tárgyalástól. Hátok a dugóba, hiányosan nyilatkoztak egy vezető kereskedelmi rádióban. Köszi. Sidi alszik az anyósülésen, Laci veri a kormányt, menjünk már. Az egyikkel megbeszélik, hogy másnap reggel oda megy, a másik kettő el se indul, de azt kapizzák, hogy egyébként a dugóval. De a film jó lesz, higgyétek el, a film jó lesz. De ez egy ilyen nagy összegzés a tankcsada elejétől, vagy nem, ez már nem, rólatok? Nem, csak a 25. évet. 25. életében. Ilyen nincsekünk annyi pénzünk, hogy 25 évig forgassunk. Tehát nyilván nem arra gondoltam, hogy 13 évesen elkezdett a kormány. Alapjában véve, nem, ezt az évet, hogy működik egy ilyen szituációban a tankcsapda. De nem csak a koncertek, nem csak a backstage jelenetek, hanem alapjában olyan szituációkban is benne vagyunk, megmutatjuk, hogy például egy üzleti tárgyalás hogy működik a háttérben, meg ilyenek. Tehát, hogy olyan élet otthoni dolgok, például családdal, páne Sidi, gyerekek, ide, oda, amoda, tehát egy olyan közegbe ábrázolják a zenekart. Vagy... Csak apróra vágom a laska gombát. Mekkora gyerekei vannak a Sidinek, arról például én keveset tudok. Van egy ekkora, meg egy ekkora. Te értél ide. A leghálásabb riportalany vagy, vértizadok, hogy megtudjuk valamit. Nem kell tudni, hogy hány éves mutatja. Körülbelül, Tamás, tehát hogy körülbelül. Nem, hát megmondom neked pontosan. Fingod nincs. Így van. Jó, fél láttam őket a múltkor, az egyik egy fél fejjel nagy. De helyesek. Nem, háromból kétszer nyomja legalább. Van a Kendra. Úgy, a szólót, aztán kész, akit érdekelnek a gyerekek. Jó játszon a koncerten. Van a Kendra, meg a Gabika. Ez csak egy ilyen szülő érdeklődött a szülőtől jellegű, privát jellegű kérdés volt. Tudja a gyerekek nevét, azért ez egy pont, írjuk be. Ezt beigszeljük. Meg a Sidinél több a városban nem lakott senki ebben az országban, úgyhogy ki tudja, hogy hány gyereke van összesen. Sidi nagy költöző, tényleg? Aha. Igen. Katonatiszta volt az édesapja, és emiatt nagyon sokat költöztek annak idején. Meg hát mindig, amelyik zenekarban zenélépen. Ugye a lakbér elmaradás már. Igen, a lopott villanyórákban. De akárhova megyünk, mindig otthon van. Tehát mindig van valami ismerős, persze. Már ki is vagyunk tőle. Na, csak hogy azért visszatérjünk. Ennek a dokumentumfilmnek lesz majd két mozis bemutatója. Csak segítek, kettő. Így van. Jól tudom? Tudom. Gyerekek, én egy felkészült műsorvezető vagyok, én kihúzom a sztárt a bajból, érzem? Nézd, kettő mozis bemutatója lesz, segítek az Urániában, a másik a debreceni Apollo moziban. Hol lesz ez a két film bemutatója? Várjál, Debrecenben hol lesz? Az egyik Klassz FM-es jegyet nyert. Tudom. Mondjátok már, én meg bólogatok. Jó, elmondjuk. Nálunk lehet majd jegyet nyerni, ugye, legalábbis a budapesti bemutatóra a Klassz FM-nél, vagy ebben a rádióban lehet majd ugye korlátozott számban jegyeket nyerni. Minden részletet egyébként elmondunk. Na. Okay. És most beszéljük a szövegekről. De hogy ebből időben ideért volna a Bakó, ezt elmondta volna nekem, és el tudtam volna mondani. Hát? Nem kell, itt vagyunk. De figyeljetek, ez egy profi gépezet azért. Tehát amellett, hogy ti színpadon álltok, azért a tankcsapdáról lehet tudni, hogy ez már sok-sok éve meghaladta azt a fajta rockzenekart, akik fölmennek fesztiválokon és színpadon zenélnek. Tehát egy profi működő csapat vagytok, akik a színpadon is nagyon profik, és a háttérben is. Ezt nem te fogod össze, vagy nem te üzemelteted, vagy nem te koordinálod a dolgokat? Hát alapjában véve igen, de olyan sok szálon fut a sztori, mindenkinek megvan a saját területe. Tehát, hogy magyarul ezekben a szervezési dolgokban, az aprólékos kidolgozásban, ami például az ilyen sajtókapcsolatok, vagy bármilyen nyereményjáték, ezeket a Csabi intézi. Onnantól kezdve, hogy nagyjából kitaláljuk, hogy mit fogunk csinálni, és hogyan fogjuk csinálni, onnantól kezdve mindenki a saját útján jár, és saját maga szervezi. Tehát a részletekről fogalmam sincsen, azt tudom, hogy... Fingom, és gyerekek, azt tudom, hogy valamilyen moziba bemutatják már a rohadt életben, ha tudják, hogy ezt fogom kérdezni, akkor már utána olvasok, nagyon szeretem. És alapjában véve tényleg erről szól a sztori, mindenféleképpen meg lesz hívva egy csomó rajongó, annyit tudok, az, hogy hányan félnek be a rajongóktól, nem fogalmam sincs, lesz egy csomó VIP vendég. Azt tudod, hogy most te azt a képet rombolod össze, hogy a tankcsapda a fejestől megy, mert mindenki úgy de ez tudja. Tök jó, mert egyébként mert hogy ezt terjeszted. Igen, és kikéred magadnak, ezt nem mondják el. Tehát igen, mert egyébként ettől már tele vagy a hócipőm alapjában véve, mert annyira... Ezt most jól rombolod, egy abszolút, tehát ezt most abszolút képbe tesszük, hogy egyáltalán nem. Építem, hogy milyen jó zenész vagyok, de most már azt is fel kéne akkor építeni. Szóval a lényeg, hogy én nem akarom, hogy ezzel azonosítsanak, tehát kétségtelen, hogy a stratégiai, üzleti dolgok az én kezembe futnak, illetve általában én vagyok a legracionálisabb a zenekarban, illetve az, hogy próbálok 2-3-4-5 évben előre gondolkozni, stratégiai lépésben, mit röhögsz? Ja, nem. Eszembe jutott, hogy volt-e már olyan beszélgetés, hogy Laci félrejött, Tomi, hallom, te írtad a Hopkori albumunkat. Hogy van ez?
Az általában úgy szokott lenni, tudom, amikor nincs ott a másik, ja, azt én írtam. Húz a kedves szám, azt én írtam. Meg voltam már olyan jubileumi koncerten más zenekarnál, amikor felkor, ezt a számot én írtam, és akkor a gitáros mondta, hogy hát mindenki másképp emlékszik, és akkor kezdték a számot. Nálunk ilyen nincsen egyébként demokrácia, szóval mindenkinek megvan a szerepe, le vannak osztva a dolgok, és senki nem rivalizál ebbe a dologba, de megmondom őszintén, hogy az, hogy engem csak ezzel azonosítanak, azért az megmondom őszintén, hogy egy idő után már zavar. Nem ebbe a dologba akarok tetszelegni. Így van, jobban érzem ebbe a sztoriban magam, illetve egyébként meg mindenkinek vannak olyan ötletei, ami esetleg mondjuk gazdasági vagy bármilyen stratégiai lépés, és akkor azt mondom, hogy ez tök jó ötlet volt, ha bejön, akkor én találtam ki. Mindenki tesz hozzá valamit. Jó, engem tetszik ez a fajta hozzáállás. A dal címe az Alföldi gyerek, jól tudom? Így van. Oda van írva, láttam a számítógépen. A pontos információink szerint. Az információink szerint lesz egy klip. Ennek a címe az Alföldi gyerek. Így na, van. Hallottuk, hogy a forgatás jó hangulatú volt. Mindig az. Mindig az. A Sidi motorozott úgy, hogy előtte szerezte meg a jogsiát pár nappal. Nem volt jogsia. Aha. Tehát amíg nem érkezett meg a jogosítványa. És ő téged vitt motoron? Tehát úgy az a kép, nem merem. Nem merted bevállalni. Még az autóvezetésnél is szeretem, ha ő vezet. Tehát így alapjában véve egy ilyen széthulló srác. Művész típusú, maradjunk annyiba. De igen, a forgatáson még nem volt meg a jogsia, de nagyon ügyes volt, nagyon jól csinálta a dolgát, ahhoz képest, hogy egy ilyen 360 kilós vassal mozgott, tehát így tök jó. Ja, ha szinte már öltöm, de már 360 kilóra hígzott el. Képes rá. Bakó az cinkos a sajtótával, folyamatosan tömi, mindig eteti, és akkor utána meg mondja, hogy hát ez a Sidi mennyit hízott, ez teljes kérem. Tehát finoman szólva a Sidi a súlyát, illetően kihívásokkal küzdködik, ezt igen. Akarod mondani? Igen, igen. Csúnyán izzadt koncerten a hátam. Mert azért ez ilyen nagyobb koncerten azért egy 2-3 kiló simán leugrik, hát ez ember annyira jobb, nem? Nem, van egy művésztől, aki ezt terjeszgeti, ti is ismeritek, de nem mondjuk meg mond a nevét. Mondd ki nyugodtan, ki az, aki ezt mondja magáról, hogy koncertenként 3 kilót fogy, van ilyen? Hát biztos nem Ákos. Ákos mióta feketét hordozott, tudja, hogy a slanki. Tehát, hogyha ez igaz lenne, akkor az ember egy turné végére meghalna, tehát vége lenne. Vízből elveszíted, és ez körülbelül 3 perc alatt visszaiszott, tehát ez egy hülyeség. Tehát abszolút nem. Tehát egyértelmű, hogy valamennyi folyadékveszteség van, de az nem a tömegvesztéssel jár. Tehát így az, mi Lacival sörből körülbelül 10 másodperc alatt pótoljuk. Hát vagy többet kéne mozogni fent, hát ez is lehet, hogy már nem mozogtok annyit. Á, nem. Tehát, látszik, hogy nem jártam csapdára. Sidi leáll nagy terpezbe érte, tehát ugye az ember persze, hogy nem. És most már megynek az együtt mozgások is, jobbra, balra, minden. Na, kicsi szkorpiózó. Csak begyakorolták. Ugrálj, balra, jobbra. És most break. Van ebben a klipben egy olyan rész, ahol a Laci pisil. Azt szeret. És ez baromi nehezen menne ki, vagy ezt többször fel kellett venni? Hát azért nem megy olyan nehezen neki. Van real-time-os pisi is a videoklipben. Tehát van kamu is, meg van a real-time-os is igaziban. Tehát ő nálunk az igazi... Hát, na, hát pis is a fiú. Odaírunk annyiba. Hát, pis is, már benne van a korban. Ja. Van egy fajta üdítő, itt a benzinkutaknál szoktuk vásárolni, és így mindig néznek nagyot a benzinkutasok, amikor Laci törött félmákosan megérkezik a benzinkútra. Vesz egy másfél literes üdítőt, ezt nem akarok reklámot csinálni, mindenki ilyen jó vastag a nyaka, és akkor azzal a lendülettel ki is borítja, és akkor azt mondja, most már mehetünk. Ja, hogy ez kell, hogy ne kelljen megállni. Csak ahogy nem, és az ember ugye nem tudja abbahagyni, mert csíp. Hát ez a baj. Neki muszáj, tehát mi kibírjuk, ő használja. Jó, mondjuk jól is tartja magát, mert emiatt azt mondja, hogy neki sokkal jobb az anyagcseréje. Aha. De hát szerintem kell valami ideológia hozzá. Na, hívjuk föl őket utoljára, mielőtt persze elmegyünk érezni, kérdezzük meg, csak kíváncsiak, hogy hol tartanak. Nem, most kinyomnak, tudod. Csak a rossz irányba indult. Csak kíváncsiak volt. Ki vagy rúgva? Igen, itt vagyunk a Lovardánál. Nem itt vagyunk a Danubius rádió előtt a Duna Plázánál. Srácok, nem nagyon hallgatatok rádiót az elmúlt 9 évben, rossz helyen vagytok. Na, egy gyors közlekedési info. Csak hogy hol vannak, merre tartanak, mindjárt megkérdezzük őket újra, aztán elmegyünk hírezni egy picit, és akkor szerintem mire visszajövünk addigra már megérkeznek. Aztán meghallgatjuk a kunsági srácot. Igen, nem másképp az Alföldi gyerek. Mennyit vitatkoztunk ezen a neven? Nem volt egyszerű szülés. Milyen tipek voltak még? Vagy mi volt még? Nem, Laci nem akart az Alföldi gyereket. Nem? Nem. Még mit akar? Hegyi fiút? Ő mindig ilyen PC, ilyen művész nevet szeretne. Tudod, amikor csináltuk a Köpök Rádot, meg a mi a
csuda van veled című, ő mindig ilyen szép megfejtőt, hogy őrizd meg, meg ilyeneket akar. Komolyan, pont az a Lukácsról gondolnám, lelke. Hogy ő az, aki tudott. Tehát úgy az, aki tényleg az, hogy köpök rátok, meg alföldi gyerek, tehát hogy ő ezt így... Nem, ezeket én tolom. Igen? Én már tök a köpök rátoknál az annak száma, hogy ő ezt akart, hogy őrizd meg, mondtam, hogy nem köpök rátok, és pólói már lát. De ezt, hogy őrizd meg, ez olyan huligánszes, nem? Tehát ezt hagyjuk meg a huligánsznek, nem? Jó, nem áll. Sajnos súly problémáim vannak. Akkor csak odat mutattad már. Most nézd le. Nem, a Balázs mondta. De ez a legjobb. Ez a legjobb. Amikor a másik kettő nincs itt, és megy a vérszívás, mintha magunkat hallanánk. Gyerekek, a Lukács hol van? Pisil? Vagy mit csinál? Tényleg? Na, mondtam. Gyere, beadjuk a mikrofonodat. Hello, Sidi. Ciao. Jani, hello. Milyen durva. Itt a Pufi. Itt a Pufi. Mindjárt jön a csinos is. Mindjárt jön a pisilőgép is. Hánykor indultatok? 5:30-kor. Hát akkor rendes, lelkiismeretes látok, hogy elindultatok időben. Egyébként tényleg annyi, ahogy a Lukács mondta, hogy beérni ide hozzánk a város határából ugyanannyi, mint Debrecenből föl. És hány fel tudok megkísérni? Egyszer. Tényleg? Aha. Akkor megint volt a Lukács. Hát teljesen profit voltunk. Igen, csak akkor 20 percet. Csak szarul jött össze. Jó, dolog is volt. Jó. Figyeljetek, elmegyünk egy picit hírezni, jó? Addig szerintem a Lukács is megérkezik, és amikor már újra visszajövünk, akkor újra üdvözlőjük a tankcsapdát, már hárman vagyunk. A nagy dolgokat részletében már azért elmondták nekünk. A nagy dolgok. Írta nekünk egy hallgató, hogy ezzel az interjúval az a baj, mint az oktatással. Most is azt kérdez, aki tudja. gyere, most akkor megvárunk. Hello, megérkezett Lukács Laci. Szevasztok, jó reggelt, most már élőben is. Hello. Srácok, nyugodjatok meg, tartottam a szintet, vittem. Hallottunk. Most már ezért volt az a mondat, ami a fejedre csaptál, hogy ezt a hülyeséget. Volt a mondat, az összes mondat olyan volt. A fejes mindent tudott, amit a szájába adtunk. Tehát abszolút jól adta vissza azt, amit tudnunk kellett. Ez így van, túlnél is egyébként. Igen? Mondani kell neki, hogy hova. Kiszinti kis lábdob. Nem, azt, hogy hol vagyunk. Mindegy, hogy mit tudsz, csak díszíts. Aki megnézi majd ezt a bizonyos dokumentumfilmet, az majd látja, az a szájbaadás, az hogy működik. Nem? Megnézzük, jó? Egy pici szünet fújjatok egyet, jó? És akkor jövünk vissza a hírek után. 3:49 múlt pontosan, illetve pontosabban lesz egy perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk Kempionban egyedül. Ezt archiváljuk. Tankcsapda nap a Morning Show-ban, Bali egyedül a stúdióban. Itt vannak a fiúk, érkeznek, mindenki te a kávé, a kézben már mindenki megkapott mindent. Helyes. Jó reggelt, szevasztok, itt van velünk a tankcsapda, hello! Jó reggelt ismét mindenkinek, már adásban vagyunk? Már adásban vagyunk, igen. Igen, nagyon, nagyon flottul toljuk ezt. Itt még egy kis kávézás, egy mondjuk kis helyezkedés. Mondjuk ez a már adásban vagyunk, kicsit túlzás, ahhoz képest, hogy késtünk fél órát. Igen, ez a teszádból egy picit most erős volt. Kicsit szemtelen, de már adásban vagyunk, hogy rohan az idő. Na, itt már elkezdtünk boncolgatni egy csomó mindent, hogy azért tényleg érintsünk aktualitásokat is. Ha már ugye ennyit utaztatok és ennyit álltatok a dugóban, és a dokumentumfilmről beszéltünk, de azt még nem tettük helyre fejessel, hogy pontosan mi van ebben a dokumentumfilmben, csak arról beszéltünk, hogy a 2015-ös év és egy pici a 2014-es év végéből. De mégis majd, ha valaki ezt megnézi, akkor mit lát? Tehát ez egy olyan típusú dokumentumfilm, ahol mindenhova kísérnek benneteket, és tényleg a kulisszák mögé is egyfajta betekintés? Abszolút. Tehát olyan mértékig, hogy mi magunk is meglepődtünk, amikor az első vágást visszanéztük, hogy de jó, itt is itt volt a kamera, meg itt. Tehát, hogy szabályszerűen már észre se vettük egy idő után a stábot, tényleg mindenhova elkísértek minket. Te jó ég, tényleg ennyit hisztam. Basszus, ez nagyon gáz, szóltak. Volt ilyen is. De az a vicces, hogy egy csomó jelenetnél tudtuk, hogy megtörtént, csak nem emlékeztük, hogy fel lett véve. És ebből ilyen nagyon vicces. Mások is jártak már itt szerintem, és tudták, hogy megtörtént. Csak szerették volna elfelejteni. Csak mi pénzt csinálunk belőle. Mások is. Annyira bírom, hogy ilyen őszinték vagy. Igen, csak másokból nem csinál pénzt, meg pénzt csináltok belőle. De volt én, amire mondtátok, hogy na, ez mások, ezt ne rakjuk bele? Hát olyan volt, hogy más mondta. Nem, az volt az elképzelés ezt a dokumentumfilmet illetően, hogy nyilván kézenfekvő lett volna a zenekar 25 évéről csinálni egy ilyen visszatekintő, nem tudom, ilyen szokásos, ilyen hogyan volt, visszaemlékszik mindenki, nosztalgiázva, nem tudom. Mi viszont azt határoztuk
felejtsük el, hogy a 25. évről, arról az évről, ami a zenekarnak a jubileum éve, mivel ráadásul tudtuk azt, hogy az év tele lesz mindenféle olyan dolog, amit egy rockzenekar általában csinál. Turnézik itthon külföldön, lemezt vesz föl, videóklipet forgat, nem tudom, mindenféle dolgokat csinál, hogy azt az évet rögzítsük, és ezt mutassuk meg a rajongóknak, és ebből készült végül is ez a bizonyos három rohadék Rock Champions dokumentumfilm. Ezt akartam én, bocsánat, nem szólok? De abszolút, abszolút. Most téged kicsit kivettünk, megjöttek a srácok, kivettünk téged. Laci külön kérésére. Tomi vagyok a csapdából. A Sidi ide sugott nekem, hogy szedjétek meg ki a fejes, most már elég sok, volt. Sok a srác. Szóval, amit Laci mondott, ezt akartam mondani. Meg azért a 25 év a szép, ez egy nagyon szép évforduló, az Omegának is csak háromszor volt meg. Nekik ez az első. Ezt nem mi mondtuk, ezt nem mi mondtuk. Nagyon sok vicces dolgot képzelnek rólatok a rajongók, ami egyébként ugye az emberek a rockstárok életébe belelátják, és aztán, ha mondjuk megnézik ezt a dokumentumfilmet, akkor kiderül, hogy baromira nem így van. Tehát találkoztok olyan sztereotípiákkal, hogy azt gondolják tényleg, hogy gruppik, hogy luxusszállodák, hogy micsoda fényűzés, és aztán kiderül, hogy halálosan normális palik vagytok, halálosan normális körülmények között mentek el lakni valahova, hogy koncerteztek, hogy turnéztok, és nem az a fajta idézőjeles sztereotípia van, amit mondjuk gondolatnak azok, akik nem nézik meg ezt a fajta dokumentumfilmet. Például igaz ez a történet, hogy Sidi, amikor bekerültél tankcsapdára, annyira megörültél a történetnek, hogy rögtön felszívtál egy csík Kamilla sintőpont. Igen, pontosan, csak nekem. Igen, abszolút. Tomi fenekéről. Mondtam, hogy mi áruljuk a filmből túl sok mindent. Ez ilyen jó lesz, meg kell nézni. Meg kell. Egyébként az az igazság, hogy valóban hallottunk már nagyon sok legendát magunkról. Nekem a kedvencem az az, hogy tavaly azért nem léptünk fel egy fesztiválon, mert nem volt ott az arancsakuzi a backstage-be. Én erre gondolok, hogy hülyes te, amire tudod, meglepődsz te is, hogy Jézus Isten, ez még rólunk terjed. Nyilván nem így van, csak hogy veled jön már szembe a rólatok szóló beszél, Atya Isten. Ilyen szem a film. De ez komoly emberek is, tehát általános iskolába kitettük Bolondok napján, ugye a Ryanair-t, Sidi átírt a tankcsapda, ugye az Iron Maiden rátette, hogy tankcsapda turném, akkor voltunk Angliában, és akkor az iskolában mondták a fiamnak, hogy apádig vettek egy repülőt. Nem, kitettük április elsőjén. Egy április elsőjén poszt volt, nyilván egy vicc, egy hogy Mennyországa sokban megcsinált valami, és hú, a fatulodik vettek egy repülőt, és azon járnak, persze. Még nagyon sok anyuka ír egyébként, hogy a 6-7 éves gyerekekkel járnak tankcsapda koncertre, de ezért ez ekkora dolog, nem? Nagyon hogy Isten áldja meg őket, te tényleg. Az anyukákat is a gyermekeket. Félzik, elhanyagolják őket. Igen, sok anyuka írja, hogy miért nem hívtátok vissza őket, pedig megígért. Igen. Szerintem jönnek a hírek, ugye? Na, itt már elkezdtünk a motorozásodról beszélgetni egy kicsit, ugye, mert hogy klipet is forgattatok ehhez a dokumentumfilmhez, Alföldi Gyerekek címmel. Ez egyfajta gyerek. Alföldi Gyerek címmel így van, amitől kiderült egyébként, hogy figyeltem, a fejés annyira figyeltem, ragad rám. Legalább megtanultad a címet. Így van. Szóval, hogy motorozol, és hogy nem volt előtte, vagy előtte szerezted a motoros jogsidat két nappal. Közvetlen igen? Előtte két nappal, így van. Hát igazából Tomi volt a mesterem, de egyébként nagyon élveztük ezt az egész forgatást, mert nekünk Tomival lényegében tényleg csak motorozni kellett, és az egy piszok jó dolog. Lacinak meg iszogatni és sétálni, megpisilni, igen. Mondjuk a pótkereket nehéz volt fölrakni. Hát, hogy ne dőljek el. Mindenkinek a profilja. A szerepe szerint, persze. De most te tényleg akkor motorozol, vagy ez csak egy röpke kapuzárás, ami átszalad rajtad, és azt nem, elengedem? Tényleg. Hát az egy nagyon régi dolog volt nálam, nagyon régi vágyálom, aztán most megvalósítottam, úgyhogy most például összeomlottam, hogy ilyen rossz idő volt, de talán mától jobb lesz, úgyhogy lehet megint menni. Aha, na, de nem is még az lényeg. Megnéztem, hogy a Lukács kuporog meg mögötted azért Debrecenből ide. Szét is a kicsit. Nagyon kepisül, engedd el, Laci, legalább egy kicsit meleg lesz azért. Azt megnéztem. Megint mehetsz a kőkemény haverokkal motorozni, Búzasanyival és Delhuszagival. Igen. Bjorn Rambóval, ahogy ti annak idején el. Jani készült nektek egy fotóval, illetve pontosabban neked. Nem akarod megmutatni? Csak kíváncsiuk, hogy mit szólnak hozzá. És ugye találtam egy 1000 éves fotót, egy 97-es történet, még azt mondja, hogy még... Ketten vagytok rajta láthatóak egyébként. Jaj, aranyos volt, Laci, egyébként. Nagyon aranyos kis fotó. Még találtam a könyvet is. És interjúzik veled a János 1000 évvel ezelőtt, csak azt a hajszerkezetet, ami Jánosom volt, azt megantam. Kár, hogy a hallgatók ezt most nem látják. De felrakjuk a fél. De akkor jó, akkor látják, bocsánat, akkor látják, jól van. Egy 1000 évvel ezelőtt. Igen, 97 sziget. Komoly. Nagyon jó. Basszus, már akkor is volt szponzorotok. Akkor még
egyébként azért jó, mert ugye mindenki azt mondja, hogy én adtam el a zenekart, és innen látszik, hogy én nem voltam a zenekarban, hogy már akkor régen voltam a francba. Holott nem is Tamás adta elő, vette meg? Ja. Nem ugyanaz. Igen. Mitől működik ez a dolog nálatok tényleg ennyire profi? Mert hogy ez tényleg túlmutat azon, hogy van a három fiú, aki szeret együtt zenélni, rockzenekar, és járnak fesztiválra, fesztiválra, amit már a fejes azért elkezdtünk boncolgatni, hogy egy nagyon profin, működő, gépezetté vált tulajdonképpen a tankcsapda, és a gépezet most jó értelemben nem azt mondom, hogy egy lelketlen dolog áll, mert egy abszolút van lelke, és ezt abszolút lehet érezni a zenén, de mégis egy nagyon profin, működő, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen iparággá vált már tulajdonképpen a tankcsapda, hogy ennek ez egy tudatos tervezés? Mondjál már még éreket, nagyon jó lesz. De tényleg, hát a merchandisingtól kezdve, a szponzorokon keresztül. Egy sofonzen pontosságával kegyegű, gépezet, amit ti vagytok. És utána jön a víz az árójelbe, és mikor tanultok meg zenét? És a 2-4-en kívül mikor ütök benne valamit? Azt már megbeszéltük, hogy alapvetően mondjuk a zenekart a Tominak a zené, illetve szövegei működtetik, de ez nem. Nyilvánvaló, ezt eddig is tudtuk. Meg kell írni a számokat, gyerekek. Persze. De értitek, hogy mit akarok kérdezni? Tehát, hogy azért... Az a helyzet, hogy bármennyire is kézenfekvőnek, meg ilyen pofának, meg ilyen nagyon egyszerűnek tűnik a válasz, de mind a hárman rettentő elkötelezettek vagyunk azt illetően, amit csinálunk. Szeretünk együtt dolgozni, együtt zenélni, együtt bulizni, együtt kelni, feküdni a szó legszorosabb értelmében. Ez a dokumentumfilmből is kiderül majd többek között. Meg egész egyszerűen tényleg ez az életünk. Ezt akartuk világéletünkben csinálni, és mivel ezt csinálhatjuk, ezért nem lehetünk elég hálások bárkinek, vagy bárminek is, amihez hozzásegít minket. És tényleg ennyi az egész. Az a titok, hogy nincs titok. Egyszerűen csak csináljuk azt, amit a legjobbnak gondolunk, meg ahogy a legjobban gondoljuk. Egyébként tényleg nem profik vagyunk, hanem elkötelezettek. Igen. Tehát így alapjában véve ez az egész, ez a, hogy fejes a biznis, meg a stratéga, ez egész egyszerűen csak te annyi. Te hogy szabadulnál ettől a képtől? És mégis egyfolytában erről beszélni. Szereti. Úgy szabadulik ettől a képtől, hogy én vagyok az esze a zenekarnak, és én ítézek minden üzleti ügyet. Amikor mondta, hogy meg kell írni a számokat, persze a szerződésre be kell írni a különböző számokat. Az is fontos. Nem, egyébként ez tényleg olyan dolog, hogy és most... De hadd fejezzem már be. De nem, ja, most akartad a lényeget mondani. Na majd akkor mindegy, mert már elfelejtettem. Pedig sírtak volna. Mondjátok akkor. Szóval az a lényeg, hogy azért csinálom ezt a részét, mert annyira hülyék hozzá, tehát hogy én rám maradt az egész sztori. Érted? Ennyi. Pedig most nagyon akartam szippantani rajtad, de most nem fogok. Ezen most nevetünk, de annak idén azért lettem én a zenekarban a szövegíró, mert a másik két alapítótak mondta, hogy neki kezdő ágában sincs szöveget írni, valakinek meg csak kell, akkor legyél te. És akkor így lett. És így szinte meg illetve a szövegíró. De miért, Sidi? Mondja nyugodtan. Egyszerű gitáros vagy egyébként. Na jó, így már jó. Nem, igazából tényleg olyan szinten szerintem nagyon sokan kikészülnének, ha látnák, hogy milyen szinten vagyunk fanatikusai a dolognak, hogy tényleg a tankcsapdában nincs ilyen, hogy ünnepnapok, vagy nincs ilyen, hogy esküvő, vagy olyan, hogy tényleg ronda dolog, de temetés, hanem hogy ez van. És ha másra esetleg marad idő, vagy akkor, de csak ez van. És ezt tudják a párjaink, a családjaink, a rokonaink. Azt mondtad, hogy igen, akart, vártam én is, hogy mikor. Egyébként a másik meg tényleg az, hogy lehet itt most illedelmeskedni egymással. Tudjuk, hogy Lukás Laci a tankcsapda 89 óta, de én úgy szoktam mondani, hogy van egy másik Lukás Laci is a zenekarban, az meg a fejes, mert nyilván az ő hozzáállása, az ő meglátásai nélkül marhára nem itt lenne a zenekar, ahol van. Ahogy ezek a meglátások, nyilván a Laci szövegei meg ötletei nélkül. Tehát ez egy vicca verza, oda-vissza. És akkor én megvezetem a buszt éjszaka, mert nem iszok. Nem, egyébként most akkor a Sidinek a napi gácsiját 4008-ra megemelj. De srácok, engem nem vertek át. Én megmondtam, hogy négy, se több, se kevesebb. A viccot félretéve tényleg... nélkül, ahogy a fejes kérdés. Így van. Mondjál, már így is van elég bajom. Mindenki hozzáteszi magáét maximálisan, és ez a lényeg. Valamikor én vagyok kevésbé motivált, és Tomi meg Sidi húz ki idézőjelvetéve a gödörből, és ugyanez igaz, most nem kezdem el sorolni a neveket, ugyanígy visszafelé, oda-vissza, de az akár színpadon is lehet, akár lehet valakinek éppen aznak kevésbé jó napja, vagy lehet bármilyen olyan dolog, ami miatt nem megy neki mondjuk aznap úgy a dolog, és akkor a másik kettő hozzáteszi azt a pluszt, amit ő nem tud aznap. De ez egy teljesen természetes módon működő folyamat közöttünk. Éppen ettől tud így működni, ahogy, és lehet, hogy ez kívülről is, ha úgy van, hogy profinak látszik, akkor mi ennek örülünk, mert igyekszünk a dolgot a lehető legjobban csinálni, de nem az a célunk, hogy mi nem tudom, milyen képezetté válj, vagy nem tudom,
tudom, milyen iparággá váljunk, egyszerűen csak szeretjük jól érezni magunkat abban abban a dologban, amit csinálunk, és hogyha ennek ezek a részek is a részei ennek az egésznek, a zenekar csinálásnak, akkor igenis. Ha meg akkor működik jól, abszolút. Igen, persze. Mondjuk az egy picit kellemetlen lehet, amikor a Phoenixben nem vagy túl motivált, és a többiek mondják, hogy hüvelykúj, a maci, gyerünk! Ez a hüvelykúj, hát a hüvelykúj! Igen. Na, és akkor van ez a dokumentumfilm, ennek összesen akkor két mozis bemutatója van, és utána DVD, tehát egy Debrecen, egy Budapest, ugye, nálunk lehet majd jegyeket nyerni, és utána DVD. Egy Budapest, mához két hétre lesz egyébként ennek a premierje, itt Budapesten, aztán másnap Debrecenben, és aztán a hétvégén pedig pénteken, mármint május 13-án pénteken jön. Nem bíztatok magatokba annyira, hogy ezt mondjuk ilyen országos bemutatónak csináljátok? IMAX 3D. Például, vagy jobb, hogyha DVD eladás van belőle, több a lóvé. Nem is a lóvé kérdése. Fejes a levegőben csapod, látod, hogy ez! Eszembe jutott egy-két jelenet 3D-ben. Nem, az a helyzet, hogy ez egy dokumentumfilm, ami a szó legszorosabb értelemben dokumentál bizonyos eseményeket, és ezt mutatja meg a rajongóknak, és azt gondoljuk, hogy ezt érdemes otthon megnézni. Be lehetne vinni nyilván mozi hálózatba is, de ez nem egy mozifilm, azt mondjuk ebben az értelmében, legalábbis nem egy olyan mozifilm, mint a nem tudom én a Csillagok háború 7. része, hogy a lézerkat balra, jobbra és jobbra balra, érted? Ez egy, ennek a filmnek ilyen szempontból nincs történet, illetve a történetet saját magunk írtuk, illetve írjuk mind a mai napig. Azt gondoltuk, hogy ez egy DVD forgalmazása mindenképpen megállja a helyét. Jó. 2015-ben 99 koncert. Azért az elképesztő mennyiség. Tehát, hogy akár ha csak tényleg fizikailag nézi ezt az ember, hogy tudsz ebben így üzemben maradni, karban tartani magad, hát az elképesztő teljesítmény. Tehát 99, hogy ez a 2015-ös év, nem tudom, mennyire ez 2016-ban, de hogy ez az elképesztő számokat. Visszáveszünk, tehát, de ez koncepció volt, már 2013-ban tudtuk, hogy ez így lesz, hogy a 14 az nagyon meg lesz tolva, illetve a 15 nagyon meg lesz tolva, a 16 pedig egy kicsit vissza lesz éve. Egyébként Laci nem restelte kiszámolni, hogy 80 ezer kilométert takart, tehát két Jézus. Egyenlítő volt. És inkább egyébként ez a teljesítmény, tehát maga a koncert, ez is az, hogy 99 bulit lenyomunk, az alapjába véve valamilyen szinten szeretjük is, meg rutin is. No, de ami ezzel jár, nyilván, persze. Az a borzalmas, tehát az emberek igen, azt igen, hiszik, hogy... Igen, egy évben van 52 hétvége, az végül is 104 koncert lehetne péntek szombatonként, és ugye minden nap, ezen a két napon, minden héten, mind a két napon otthon játszol a helyi kocsmában, az is 104 koncert egy évben. Én már ezt elvesztettem. Nem ez a kérdés. Nem is ez a kérdés ebben a dologban, hogy hány koncert volt, sokkal inkább az, hogy ez mivel jár együtt, mennyi utazással, mennyi mindenféle egyéb dologgal. Ez az, ami inkább az embernek az energiáját felemészti időnként, nem pedig a koncertek száma. Persze az se kevés. Nyilván én is arra gondoltam, hogy amivel ez jár, persze, amíg odaérsz, amíg átérsz, amíg utazol a buszba, hány ezer kilométert megteszel, igen. Persze. És most már nem csak a városokról beszélünk Magyarországon, hát lehet látni, hogy Európában is mindenfelé játszatok. És amikor ingáztok két ország között, hát ez iszonyatosan fárasztó lehet. Nem csak Magyarországon, hanem még a Dunántúlon is, hogy mondták annak idején. Most a gödöllői koncertünk után egyből ültünk a buszba, és mentünk Zürichbe, és egyből megérkeztünk 10 órára egy melegbárba, ott aludtunk. Na, és ez tényleg így volt. Igen, jó. Kicsapott a levegőbe, hogy végre hazaértem. De ez halál komoly. Azt mondtam, hogy Sidinek mindenhol vannak ismerősek. És mindenhol otthon érzi magát. Lassan jön a hírek, nem? Mondtam, hogy van két gyereke. Hát, jó. Hát, alibi. Hallottunk, mivel jött a pop szakmában azért. Első osztályú álca, baby. Yeah. Janival élünk egyébként. Ja. De olyan is benne van a dologban, hogy az ember kicsit herótot kap a másiktól, nem? Tehát mondjuk úgy ültök be a buzik, kicsit ne szólj hozzám, kicsit hagyd legyek egyedül, kicsit most hagyd legyek a saját gondolatom. Azért ennyit fizikailag együtt tölteni ennyi időt, hát ez az nálunk is van, hogy napi 4 órát ülünk itt, hát tőlünk is kérdezik. Nagyon szentimentális a dolog, de én azt gondolom, hogy már ezen a meleg vonalon rajta vagyunk, hogy nem ezt akartam erősíteni. Én azt gondolom, hogy egyre közelebb vagyunk egymáshoz emberileg. Tehát igazság szerint megtanultuk egymást is, megmondom őszintén, hogy sose voltam még ilyen közel a szívhoz. De egyébként ezt most halál komolyan mondom. Tényleg az a híre. De tényleg, tehát hogy nálunk ilyen probléma nincsen, akármennyire hülyén hangzik például, ezen elég extrém, de például jövő héten közösen megyünk mind a hárman kirándulni a párjainkkal.
De helyesek vagytok, mentek majd egy kis csomagolt kis téli szalámi szendvicsel fel a hármas határa egyre. Igen, nem, az a lényeg igazából azt akart ebből kihozni, hogy annak ellenére, hogy az év 365 napjából a zenekar csinálás, mert együtt töltünk mondjuk 300-at, vagy 258-at, a pihenésre szánt időnek a 70%-át is együtt töltjük, érted? Ez egy kicsit valahol talán már katonás is. Ez az, igen. Mi például úgy vagyunk, hogy tök jó, hogy itt vagyunk, de hogy te hétvégén följön a Janit, akkor háromszor kell följönnöm, mire fölveszi, vagy egyébként fordítva. Én akkor veszem fel a Janit, elfogyat a negyedszerre, így, akkor gondolom, hogy ez most tényleg fontos. Jani, nálunk is volt ilyen, de az tagcserével. Három még mindig azt mondom, hogy nem fontos. Csak félre tárcsázott. Egyébként tényleg évek óta így együtt járunk nyaralni, hogy tényleg valahogy tényleg ilyen beteg dolog, de azért, mert félünk, hogy kikerül ki a zenekarból. Ja, és így egy senki. A szem előtt vagyunk. Jaj, de jól érzem magam. Szomoszlan a hullámba. És jön a hullám! Igen. Jól van. Alföldi gyerek, akkor a klip az mikortól látható? Mert ugye ez a dokumentumfilm, ez van egy klip is, ugye? Igen. Fejesben ezt próbáltuk kiszedni, nem sikerült. Tudtak erről egy kicsit pontosabbat, hogy ugye ez mikortól látható majd. Miután a dalpremiér megtörténik, ezt követően percek, vagy maximum 10-20-30-40 percen belül megtörténik az internetes klip bemutatás is. Úgyhogy ha valaki hallgatja most a műsort, illetve a dalt, az nem sokára, vagy ezt követően nem sokkal neten is látja majd a klipet, és innentől kezdve nyilván az idők végezetéig. Jó, hát mi látuk volna a dal, csak ugye a késés miatt volt egy pici csúszás, úgyhogy a 9 órás hírek után ez az indító dalunk, úgyhogy az alföldi gyerek akkor 9 óra után felcsendül majd nálunk, és akkor utána viszont a klip is látható. Így van. Srácok, hát nagyon sajnálom, hogy csak a beszélgetés második felére értetek ide, még egy picit de imádtam, hogy itt voltam. Tomi adott 5000 forintot nekünk. Baromira megcsúszunk, úgyhogy mennünk kell, de minden fontos részletet mondunk még a hírek után, illetve azt is, hogy nálunk itt ugye a Class FM-en és a Morning Show-ban is lehet majd korlátozott számban jegyeket nyerni arra az ominózus vetítésre, ami ugye az Urániában, ez a pesti helyszín lesz majd, úgyhogy minden részletet elmondunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen mi is. Köszi. Köszönjük szépen a Tankcsapdának. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hallottátok, hogy betiltották a hereszárítást az izlandi úszodában? De nem már. Hereszárít? Ne tegyük el nagyon helyes a történet. De miért? Hogy szárít a hajszárítóval, képzeld el, csak hogy Izlandon is történnek azért furcsaságok. Szeretem ugyanis, az izlandiakat. Kiírták hatalmas betűvel, hogy az úszodai hajszárító nem hereszárító. Kiderült, hogy ez egy izlandi labba jött le, amit azóta átvett az izlandi bulvár, és imádják. Egy izlandi úszómesternek elege lett abból, hogy a vénemberek egyébként így fogalmazott, tehát nem én mondom, a vénemberek a hajuk helyett a golyóikat szárítják a hajszárítóval. Mert hogy a következő látvány fogadta őt, amikor bement a férfi öltözőbe. Idős 78-es apukák spárgába fölmenve az egyik lábukat pipiskedve próbálták felrakni a pultra, jobb kézzel egyébként finoman elhúzni az acsit, bal kézzel pedig a hajszárítót egészen közel nyomva, úgyhogy még ne okozzon égési sérüléseket, szárították a golyzit. És kiírta nagybetűkkel, hogy no here, az úszodai hajszárító nem hereszárító, same in English, ugye? És hatalmas vihar lett belőle. Napok óta állítólag ezen lovagol a bulvár sajtó, Izlandon is, és a nemzetközi bulvár sajtó is, és mindenki erről beszél, hogy az öregek nem szállíthatnak herét. De miért szállítanak? Ez egy érdekes dolog, de láttam hasonlót. De figyelj, hogyha nem ér össze, mint a híres Freshcon Ádám teremtésénél a két új, akkor mi a probléma? Teszen engem nem zavar, hogyha valaki szállítja a heréit. Hát most képzeld el, hogy föl van rakva a falra a hajszárító, igen, ami úgy van megoldva, hogy a hajadat, tehát mit én 160-190 centiméter ígérjen. A heréd viszont 100-nál van, tehát azt valahogy föl kell tornázni, ezért ott áll az öreg, és így próbálja fölnyomni az acsiját a hajszárítóig. Normális? Hát, szerintem te ezt látod. De nincsen ezzel szerintem semmi gond. Hát mindenki a saját igényeinek megfelelően használja azt a hajszárítót. Én szörösebb vagyok alul, mint felül. De mered, akkor ott áll a bácsi, szárítja. Több hajam van. Ott áll a bácsi, szárítja, beállsz mögé, várod, majd átadja neked, és finoman te meg hajat szárítasz fel. Azért ez valóban fura. Ez valóban fura. De úszodában lát ilyet az ember, azért ott nagyon sok fura dolog történik. Hát a fürdőruhát szoktak szárítani, de azt is már azért akkor, mikor már leveszed, átöltözöl, megtörölted magad, fölöltözöl a rendes ruhádba, és akkor mondjuk a fürdőgatyádat át szárítod, hogy ne vizezzen. Jó, de mennyire elfogadható például azt, hogy bemegy a szaunám, és nem terít maga alá török között?
Sok ilyen van, ami ugye gyúróteremben, szaunában, öltözőben, uszodában ugye hozzátartozik az etikethez, de mégis szörnyű dolgokat látsz. Szörnyű dolgokat. Tehát, hogy én láttam pasit a gyúróteremben, mert sokat nem járok oda, nem annyira az én közegem, aki vidáman úgy sétált be egy borotával egyébként, és ezt végignézett, hogy mész zuhanyozni, és ott áll emberünk, jobb kézzel ugye picit nyújt azért a cuccon, hogy azért mégis csak ne okozzon sérülést a borotvárás, bal kézzel pedig finoman elkezdi borotválni. És ugye arra gondolsz, hogy tesó, én értem. De hogy azért, tehát ugye utána másoda beáll zuhanyozni. De nem egy ilyet látsz. Vagy például, amikor beáll a pasi zuhanyozni, saját szememmel láttam ezt is. Engedi a vizet, még nem jön semmi, de ugye a pavlovi reflex már elindul, hogy közben nem, nehogy oda pisi. Ugye, tehát összekötötte volna a zuhanyzást azzal, hogy ő közben zuhanyzik, és láthatatlanul ugye pisi legyet. Saját szememmel láttam, hogy milyen az, amikor úgy áll be egyébként egy zuhanyfülkébe egy konditerembe, hogy megnyitod el, lassan iroda, de közben már ugye hát elindult a dolog. Nem tudja tartani. És ezért van egy ilyen pici kis fáziskésés. És először pisil, aztán érkezik meg, hát. Aztán érkezik meg a zuhany. Igen. Ugye alibikért megcsinálnak, akkor nem veszi észre senki. Na de azért előtte. Hát, szóval ehhez képest egy hereszállítás az izlandiaknál, hát, nem? Igen. Ez nem is előfordult már egyébként például olyan zuhanyzóban, ahol nyilván rajtam... Konditeremben? Vagy úszodában? Igen, hogy még nem hallottam a zuhanynak a hangját, de már jött át valami meleg. Fura színű volt picit. Szóval, hogy közös zuhanyzó volt? Közös, hát tudod, az az átfolyós, igen, az alja közös. Nem voltak ilyen kis párkányok, amik elválasztották volna egymástól a zuhanyfülkéket, hanem csak egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen paravánszerűség, és akkor alatta ugye én még nem hallottam az olynak a hangját, és már valami már jött. És akkor tudod, hogy elkezdesz ott, hogy hívják, a pipiski léger, a hattyú halálát ott rüsztön, tudod, vagy ilyen. Igen, egy láb megemelve, igen. Amikor azt én is csinálom magammal, hogy amikor kiszállok mondjuk a fürdőkádból, vagy a zuhanyfülkéből otthon, akkor bekapcsolom a hajszárítót. Hogy melegítsem? Nagyon, tehát azt próbáld ki, ez egyébként egy szenzációs dolog, hogy nem törölközővel száradsz meg, hanem hajszárítóval. De az kellemes is. Tehát ez egy nagyon jó dolog, ugye állsz frissen zuhanyozva, és hajszárítóval szállítod meg a testet. De agyon fog verni az áram egyszer benneteket. Nem, hát nem dugod. Nem együtt csináljuk. Nem egyrészt, nem együtt csináljuk. Azt hittem, hogy egyszerre meg. De külön az nincs, amit az izlandiak csinálnak, hogy fölteszed a lábadat a pultra, és akkor ott ezt ők csinálják. Csak fogod a hajszárítót, a nyakadat, a hasadat, megszárított hajszárítóval. Ezt nagyon sokszor csinálom. Én őszintén szóval mindig menekültem ezektől a szituációktól. Jaj, a köldöksz ezt kifejezett. Nem, hát zuhanyzás után már nincs, de csapatod magad a meleg levegővel, és sokkal valahogy egyszerűen kellemesebben száradsz. Igen. Ez a fajta akkurátusság, precizitás, ez otthon, ez elfogadható. De én megmondom nektek őszintén, én mindig menekülök az ilyen helyekről. Tehát, hogy amikor azt láttam például alkalmanként, hogy valaki tényleg ilyen nagyon-nagyon lassan, kimérten, tényleg nagyon alaposan, nagyon odafigyelve magára szárítgatja magát, törölgeti magát garbó alatt és fölött is, értitek, ugye? Akkor picit zavarba jövök. Tehát, hogy mert én mindig gyorsan elintézem, aztán, hogy ha esetleg ilyen helyen vagyok, nagyon gyorsan elintézem. Gyorsan kapott föl a cuccot, hogy ne legyen sokáig mesztelen. Igen, de valaki megáll a tükör előtt, széles terpesz, tudod, nézi magát, csodálja magát, atya, úristen, de rohadt jól néz. Van. Kicsit, igen. Tudod, így kicsit előadja magát, kicsit olyan, úgy érzi az egészet, mint hogy egy ilyen szépségverseny lenne, vagy valamilyen testépítő verseny, vagy nem tudom. És látszik rajta, és úgy telefonál például. Van a mesztelenül telefonáló, hát azt megőrülsz. És sétál le föl. Sétál le föl, ha van, amikor egy törölközőt tesz a nyakába, mint az egyébként bármit is eltakar, és aki nem zavarsz, csak egy idő után azért egy picit fura. Az. Tehát bejönnek, jönnek, gyorsan átöltözöl, kimész, ugye, elvezek az öltözők, sokszor kicsi nyomasztó, de nem jó bent lenni. A mesztelenül telefonáló, azt én is ismerem, egyik lábával a székre feltámaszkodó, kicsit a könyökét a térdén megtámasztó, mesztelenül telefonáló. Masírozik, a tikitakizik közben, tudod, és akkor telefonál, ha? Megáll, igen. Tükörrel, amikor tükörrel egy vonalba ér, akkor megáll egy picit, megigazítja a haját. Nem, ebben az a rossz, amikor mesztelenül. Az a rossz, amikor ülsz a padon, és ugye előtted, ugye viszonylag szemmagasságban vidáman telefonál. Nekem le se kell ülnöm hozzá. Te mennyi mindent átérsz. Igen. Te egy férfiőző öltözőben csak ezt hallod. Igen. Nem most már fölállok a padra. Vinni a rumba tököt. Annyi megalázódás, neked soha nem ér, mint egy férfi öltözőben. Jaj, a homlokom. Mindig föl kell pipiskened a székre. De ott ő. Hát nagy felület a homlokod, azért az ott nagyon, kapja. Szépen fejle, te a tojást vinném. Drága női hallgatónk, írjátok meg, hogy a női öltözőben egyébként mi zajlik. Mert a férfiak tudják a férfi sztereotípiákat. Ott is ugyanez a pipiskedés? Én szerintem ott is megy a messz hosszú ideig mesztelenül járkáló, a zuhanyban önmagát borot
váló. A mesztelenül, én el tudom képzelni, ugyanez megy a nőknél. A mesztelenül sokáig telefonáló, ruhát egyébként fel nem vevő, a testére nagyon büszke típus, aki ugye hát frusztrálja az öltöző közönségét, és ő mesztelenül jön megy. Szerintem a férfi és ugyanaz a típus megvan a női öltözőkben is. Hát például ugyanaz a lábszörtelenítés, a gyorsan lehúzom, mert még megyek valahova mondjuk szoknyában. Igen, szerintem ott sokkal több van. Én szerintem ez ugyanúgy megvan. Ahogy én láttam a palit borotválni, jobb kézzel nyújt, ballal húz. Ugye ez jó, van. Ez az expanderes. Nyújtok, nem vágom meg magam, húz. Így álltam a zuhanyat. A csához szerintem azt hittem, hogy stirölöm. Mondom, ember. Hát, tesó. Ott mások zuhanyoznak, léci, ne csináld. Először azt hittem, hogy a borotváját feni. Tehát én szerintem ez ugyanúgy megvan egyébként a tényleg a női öltözőkben is. Minden archetípusa a férfi magatartásnak, az ugyanúgy felelhető. Én nem hiszem, hogy a nő bemegy, gyorsan átöltözik, kijön. Hát ott is különböző típusú nők vannak. Jó kis, hogy szűk öltöző, tehát az öltöző szekrények az egy jó kis szűk folyosó, két pattosorral, vagy egy pattosor, és lehajol valaki előtted. Hogy ott és lehajol valaki előtted, és matata, ahogy ezt te nem tudom. És így térdől behajlik, és tudod, hogy felnézel, és akkor, hogy hívják, belelátsz a izébe. Kell tempó, hogy ne nézz oda. Gyorsan elkapni a fejét. Mesztelenül, félmesztelenül az öltözőben is feszítő típus például pasiknál szintén megvan, aki a rohadt életért se akarja kifújni a levegőt. Tehát, hogy nagyon vigyázz arra, hogy folyamatosan benn maradjon. Igen. Nagyon-nagyon szereti magát. Rettenetesen szereti magát, és azt látod, hogy végig, még az öltözőben is. Tehát egyszer erre szerepben van, vagy annyira kigyúrta magát. Nagyon jó. Igen. Az ő nem, nem magának csinálja, ő másnak csinálja. A hangosan telefonáló, éppen kocsit eladó Németországból behozó, kicsit nagy darab, az öltözőben, mindig az öltözőben biznisz bonyolító embertípus megvan. Óriási headsettel gyúrok. Igen, headsettel gyúrok. Igen, nagyon nem járok már konditerembe, nagyon megy a headsettel gyúrok. Tudod, a fontos üzlet, nehogy valamiről lemaradjon, érted? Most itt beesik, hogy emelkedik a font. Nyom, és közben ott van a fülében. És ott van, ez a, hogy hívják, ez a felhővárosos ilyen izé. Nagyon, a kis bluetooth-os. Nagyon, hát figyel, fontos ember, érted? A broker király. Igen. Lábkörömvágó, ki találkozott már velem? Már. A kézköröm, lábköröm nagyon rendbe tevő, megvan? Kis padra fölrakó egyébként, körmötvágó. És ott hagyó. És ezt a pak. És ha csipesszel vágod, akkor az mindig elpattan. Persze, nem tudod összegyűjteni, tehát képtelenség. De hogy valahogy nincs ingerenciád ott levágni. Nem? Nem. Hát de neki ez van, egy külön típus, aki bemegy, és ott szabadul ettől van, meg. Figyelj, van az a típus, aki azt hiszi, hogy otthon semmit, máshol mindent. Tehát, hogy ő inkább ott intézi el az összes olyan dolgot, amit otthon, vagy azért, mert otthon nagyon akkurátus, nagyon rendet tart, otthon ne legyen szemét, otthon ne legyen rendetlenség, meg egyébként is mit szól hozzá a barátnőm, a feleségem, a nem tudom mi, a gyerek, ezért mindent ott intéz el egy ilyen nyilvános öltözőben. De igen, ott bonyolítja le a nagy hajmosást, a nagy zuhanyt, a körömvágást, az üzletet és mindent, igen. Női vécés strand, egyes nők papucs nélkül mennek vécére. Gondolom nem is zuhanyzik medence használat előtt, ez Betty küldte nekünk. Borzalom, ami a női öltözőben van, a mesztelen jövés menés előtt szerintem azt is csinálják, írja egy hallgató, még durvább, mint ami a férfiaknál történik. Mindenki a másik előtt, vagy sokan cserélik ki a tisztasági betétet, és egyszerűen nem érted, hogy miért csinálja. Nőként csukott szemmel járkálok az öltözőben. Borzalom, ami ott megy, írja nekünk egy hallgató. Igen, szent meggyőződéseim egyébként, hogy a nők is hasonlóan végzik ezt a dolgot, igen. Rubint Rékával jártam anno egy konditerembe, ő pont sokáig mesztelenül mászkáló típus, még a padra is feláll pucéran, hogy felérje a szekrényt. De megpróbálod nem bámulni a fenekét. Jó, hát Réka jól néz ki. De hogy hosszú órákon keresztül járkál mesztelenül az öltözőben, azért azt róla nehéz elképzelni. Anna küldte nekünk Svájcból. Keresi az öltöző szekrényt. 66 vagy 99 vagy... Ebben a sorban voltam? Vagy 69. És a nőknél is van a feszítő típus hosszú ideig szerintetek, aki ugyanúgy feszít? Hát biztos, persze. Nem? Hát... Valahogy nem tudom. Nem tudom. A férfiakkal kapcsolatban nincsenek illúzióim, de valahogy én a nőkből többet nézek ki. Eddig látod, hogy nem. Na jó, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Milyen típus van? Mit csinál egyébként? Jó, aki edzett már együtt Rékával, írja meg, hogy tényleg így van-e, amit írt nekünk egy hallgató. Ha gyorsan játszunk egy hármas ugrás, és akkor visszatérünk még a konditermes, illetve a úszodai szokásokra, azt is írjátok meg, hogy ott milyen
típusú uszoda vendéggel lehet találkozni, ezért ott is vannak érdekesek. Én láttam készszárítóban pelenkát szárítani, és nem tudott hova tenni, hogy miért szárítja a pelenkát. Vizes volt a pelus, vagy nem húzott más, és a készszárító előtt folyamatosan forgatta a pelenkát, hogy megszáradjon. Azért azon is elgondolkozol, nem? Én volt olyan, hogy fürdőből úgy jöttem el, hogy, hogy bementem, kb. Negyed órát töltöttem a vízbe, látta, hogy valaki... Hova? A vízbe. A medencébe, basszus. Hát, mert elindul. És ott mentél a kis úszósapiddal? Nem, úszósapim ez nem volt. Fogtam magam, kijöttem a medencéből, és hazamentem. Jó, de igen, de hogy... Hát, sajnos benne van. Igen. Reklámot hallottak. 3-4-10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Egy izlandi hírről beszélgetünk, egyébként nagyon helyes, nem szállíthatják tovább az öregek a heréjüket. Izlandi úszó megelégelt, és ki kitiltotta. Szerintem, hogyha megindul emiatt Izlandról a migráció, fogadjuk be őket. Én be akarom fogadni ezeket a hereszállítókat. Hatalmas sport kavart egyébként a hajszárító ügy, rengeteg nemzetközi és izlandi bulvárlap is átvette, és hát kitiltották őket, vagy betiltották a herefújdogálást egy rajzolt emberrel, aki a bal lábát fölrakja a pultra, jobban pedig helyén szállít, és át van húzva. Így lett ügy a dologból. És arról beszélgettünk, hogy hát azért látni érdekes pillanatokat, érdekes jeleneteket egy-egy férfi vagy női öltözőben, amikor az ember elmegy edzeni. Vagy úszodában. Hát és nagyon jó SMS-ek jönnek, hogy ki mivel találkozott. Például van a női öltöző, mesztelenül sokáig hosszú hajat szállító, sokat beszélgető, szintén mesztelenül, alaposan mindenhol testápolózó, ez is egy típus puszi. Szégyellős vagyok, törölköző alatt öltözöm, egyik lábamon belépek a bugyiba, hónom alatt szorítom a rám tekert törcsit, elvesztem az egyensúlyomat, és szekrénytől szekrényig csapódom. Veronika küldte nekünk. Konditeremben a szoláriumozott, nagyon pengő testű hölgy, büszkén az új műmelére, mindenkihez oda ment, hogy fogjátok meg, milyen természetes hatású. Bebújtam a szekrény, hogy ne kelljen megfognom. Nagyon jók ennek egyébként. Van az a típus, aki fürdés közben olyan erősen fújja az órát, hogy az én agyamban pattan el az én, és öblik a vér a lábam alatt. Vagy hát legalábbis így érzem, írja egy hallgató. Egy szórakozó hely mosdójában kért meg egy lány, hogy kapcsoljam be a melltartóját, majd megkérdezte, nem túl izmos-e, és elkezdett feszíteni. Teljesen kész voltam. Igen, kondiban dolgozom takarítóként. Férfi öltözőben a pad mögött alsógatja zokni, a női öltözőben még ennél is durvább dolgokat találtam. Női takarító vagyok férfi öltözőben, sokáig indokolatlanul himbálták előttem a valamiüket, elárulhatom az átlag 10 centi, higgyetek nekem, a 30 év alatt sokat láttam. Kedvencem a szaunában borotválkozó. Nyilván egyszer használatos borotvával, közben hangosan beszélgetve. Láttam, hogy olyat nem hiszitek el, beült egy pali a szaunába, és a merőkanalat a dézsából kivett, és elkezdte vakarni a... Nagyon jó. Hú, de jó. De most kérje meg a többieket, hogy vakarják meg, akkor ott van a dézsakanál. Feltalálta magát. Szintén ugyanez, valaki írja egy hallgatónk, hogy ő szaunázott, beült mellé egy pasi, egyszer csak nem tudja, honnan elővett egy körömcsipeszt, és elkezdte a ugyanez, szintén aki bankban áll sorba, ugye nem teljesen ideillik, bankban álltam sorba, higgyétek el, nem hittem a fülemnek, ügyet intéztem, egyszer csak hallom magam mögött egy várakozó férfitől, elővette a csipeszt, nem hittem a fülemnek, üv Csilla. Azért a szaunában, amikor kiveszed a fakanalat, gyönyörű, nem? Úristen, nagyon, nagyon jó SMS, nagyon jó SMS-ek vannak. Na jó van. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hallottatok erről a 60 millió forintot ellopó pasiról, aki bement és fölrakta egy sportfogadásra? Az éveszret sztori, hogy nagyon jó. Csak próbáljuk levezetni, hogy mi jár az ember eszében, mert én nem tudom ennek a lélektanát megfejteni. Több szempontból se tudom megfejteni. Tehát ugye arról van szó, hogy... Egy 49 éves pénzszállítóként dolgozó férfi egy budapest székelyi pénzszállító cégnél értékszállítói munkakörben dolgozott, rövid a történet, és 2015. október 19-én 61 millió forintot vett át, amellyel nem számolt el. Önmagában már ez is érdekes, hogy hogy zajlik a dolog, ugyanis azt mondta, hogy a két cég között nem volt mit szállítani, ugyanis nem küldtek pénzt. Tehát ez a öcsi jött pénz, akkor menj haza, blokkoljál, aztán menj haza. Már ez is egy fura dolog, de közben jött pénz, ráadásul 61 millió forint. Tehát ennek nincs egy komoly
komolyabb adminisztrációja. Ő azt mondta föl, hogy a két pénzintézet aznap nem kért pénzszállítást. És semmilyen más nyoma nem volt ennek, mint hogy ő ezt beírta, aláírta. Eltette a pénzt a táskájába, és bement egy budapesti lottózóba, ahol egyébként a 60 millió forint nagy részét feltette sportfogadásra. Az hogy néz ki, hogy ott állsz 60 millió forinttal, ezt előveszed egy ilyen volánbuszos szatyorban, nylonzacskóban, lepakolod a pultra, és azt mondod, hogy akkor Barca Bayern München. Igen, ráadásul ő egy meccsre tette az egészet. De hogy billegős egy picit a sztori, mert hogy nem tudom. Tehát, hogy nem lehet feltenni 30 milliót. Mert hogy 30-32-be tette tehát, föl. De több lottózóba is ment be. Tehát több lottózóba bement. Azt írja, hogy két budapesti lottózóban és két sportfogadása. Hogy most a lottózóban csinálta más, hogy ott sportfogadott, nem tudom. Lehet, de mindegy, nem is érdekes. De több helyre ment be. Persze, akkor biztos, hogy több helyre ment be. Na de várjál, hát ha én el akarok lopni 60 millió forintot, az azért akarom, hogy utána abból boldog legyek. Nem, ő nem lopta el. Szerintem pont ez az egésznek akkor mit csinált? Hát ő szerintem tudod, mit csinált? Ő csak kölcsönvetően, csak nála maradt, és azt gondolta, nála maradt, értek, hogy másnap majd, vagy hogyha ez esetleg kiderül, ő szépen visszaadja a 61 milliót, és megtartja nyilván azt a 61-et, amit ő megcsinált. Ő egy picit hazárdírozott, ő azt gondolta, hogy ebből a pénzből majd csinál kétszer ennyit, vagy háromszer ennyit, aztán ha majd számon kérik rajta, akkor ja, most, hát tényleg, most ó, nálam maradt. Így, és akkor visszaadja a 61-et, és onnantól kezdve adott esetben még vállalja is a következményeket, de így, hogy mondjuk a kárt úgymond megtérített, vagy megtérítette volna, nem lett volna akkor a bünti. Viszont ott lett volna a tiszta nyereség, amit nem kérhetett volna elérte tőle senki gyakorlat. Nem tudom, mennyivel kevesebb a bünti, ha én elviszem, de két napból visszaadom, olyan sokkal egyébként nem. Hát valamivel. Valamennyit beleszámít. Lehet, hogy ő arra gondolt, hogy ez nem is lesz bünti, mert másnap egyébként ő elszámol a pénzzel. Tehát itt az történik, hogy bemész a bankba, mint pénzszállító, és megkérdezi, jó napot kívánok, akkor vinnénk a pénzt, van-e? Azt mondja a bankos, igen, van 61 millió forint, fölírják egy sajt cetlére nyilván, igen. Berakod a pénzszállítóba, leadod, ahova vinned kell a pénzt, tehát a banknak a központjába gondolom én, leadod a papírt, hogy 61. És a csávó nem adott le semmit, azt mondta, hogy nem. Ma nem volt pénz. De, igen. És holnap, amikor ment volna, és visszakapja a 61-et, meg a nyereményt, akkor a 61-et is beteszi holnap amellé, a 30 mellé, amit küldenek, és azt mondta, hogy ma 91 volt, nem 30, érted? Ja, értem, tehát ő csak egy kicsit megmozgatta egy nádnapalat, át akartam mozgatni, csak kikapott a, nem tudom, nyert az Atletico, kikapott a Bayern, és 2-1-et játszott a Wolfsburg, vagy nem tudom. Ronaldo nem játszott, és döntetlen lett a vége. Igen, nagyon durva 0-0-át tudott a Real ugye kiharcolni, és ezáltal elúszott 61 millió forint. Igen. Neki volt egy tuti tipje, csak nem az volt. Nem volt. Én ha lopnék, akkor azért lopnék, hogy hosszú távon boldog legyek, és megpróbáljak valahogy jól élni, és biztosítsak magamnak dolgokat. De hát ha már lopsz, akkor azt utána nem mered feltenni, hiszen abban benne van, hogy elbukod, vagyis semmi nem lesz egy 61 millió forintomból egy nap alatt, ráadásul bemész mondjuk 8 évre börtönbe, mert azért ez különösen nagy összeg. Hát nem? Az te van, érted, hogyha ezt nyert volna, akkor a 100-valahány millió forintot kap, azt hiszem 108 körül kapott volna. Tehát ő neki az volt az üzleti terve, hogy a 61-ből csinál 110-et. Így van. Ott lesz neki mennyi milliója, azt mondja, 30-40-49 milliója, a 61-et visszaadja, és 49 millió tisztán és az övé, érted? És nincs gond. És nem kellett lopjon kvázi. Azt mondja, hogy volt tegnap pénzszállítás, mégiscsak volt 61 millió forintot, kellett volna az OTP-ből az ERSZT-be átvinni, nem volt. Aha. Visszaadja 61-et, de elrakja a 30-at. Becsúszott az ülés mögé. Észre se vettem, srácok, nem arra ugye, hogy tessék itt. De itt van, megvan hiánytalanul. Sőt, találtam még 4 milliót. Annak nyoma van, hogy ő ezt eljátszott. Tehát azt nem tudja mondani, hogy egyébként elásta valahol egy bükkfalat a Börzsönyben, és utána majd egy 3 év múlva kiszabadul. Tehát kell, hogy nyoma legyen, hogy föladta kétszer 30 milliót. Nem? Hát ezt a személyével adott föl? Vagy hogy adott föl? Én soha nem sportfogadtam így irodában. Ha például mondjuk interneten keresztül csinálod ezt a dolgot, akkor ott semmi nyoma nincsen. Tehát mi nyoma lenne? Hát van egy nicknémed, az kész, belépünk, a kutya nem kéri alatt a számon, van egy számlaszám, amiről ők átutalják a pénzt. És azt annyit morgot írja, hogy hallgató, hogy Bazsi, rosszak voltak a teniszcipjeid. Ja. Igen. Ő most nagyon utál engem. Igen, Verdasco nem húzta be a második szettet a rohadt életbe. Mi? A jó. Tudja a pénzszállító azt, hogy ő most mennyi pénzt visz?
Tehát tudja, hogy ő most ott ül úgy elől, hogy közben egyébként, vagy csak három zsákot kap, hogy A-ból B-be vidd el, és azért, hogy ne es kísértésben, nem tudod, hogy mennyit viszel valójában, vagy hogy tudod, hogy te most 200 milliót viszel aznap, és arra rá tudsz készülni, hogy kirabolt, vagy csak 20 milliót, vagy zsákokat viszel láthatatlanul. Hogy van ez? Szerintem. Hiszen ha én tudom, hogy mennyit viszek, akkor valószínű, hogy arra esetleg rá is tudok készülni, hogy ma különösen nagy összeget viszek A-ból B-be. Aha, és ha mondjuk aznap csak 1 millió forint van, akkor a többit kitömik papír zsebkendővel, vagy koszos zoknival. Nem tudom. Igen. Most tegyünk bele egy. Aha, ma csak egy zsák van, az is könnyű, úgyhogy elég lesz a baseball, úgyhogy nem kell a sátgál. De ő akkor tudja, hogy ma 60 millió? De, szerintem igen. Igen? Igen. Már csak elszámolás véget is meg, hogy mennyiért fogadjon. De biztonsági okokból nem az van, hogy tényleg neki nem szabad tudnia? Tehát, hogy neki ugyanúgy kell koncentrálni, ugyanúgy kell tehát, hogy ne az legyen, hogy mondjuk lelkileg másképp éli meg a dolgot, mert jó Istenem, annyi pénz van nem a platon. Hiszem, hogy, tehát nem gondolom, hogy én is azt gondolom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy tudják, hogy ők most 500 milliót visznek, vagy 30 milliót. Hát az már egy biztonsági rés, hogy tudom, hogy én ma 500 millióval indulok, hát gyere nekem hátulról az Alfáddal, nyisd ki az ajtót, és rabolj ki, én meg nagyon sikítozok. Igen, Józsi nem tudná ma bejönni, mert most... Jó, azért azt nem gondolom, hogy így zajlik. Szerintem ketten kevesen lesz. Láttam az összeget, nagyon kell kakil, ezt nem merem elvinni. Ezeket túl sok, ezeket túl sok. 30 milliót nem éri meg annyira kutyát. Ellopni, mint százat? Tehát, Nagyobb a kísértés. Igen. Nagyobb a kísértés, és itt most nem a pénzszállítókra értem, hanem adott esetben, mondjuk figyelj, ott tud egy, van neki egy információja. Van neki egy információja. Persze, van egy információ, én arra rákészülök. Arra rá lehet, más is rákészülhet adott esetben, vagy kihúzhatja belőled. Hát de ha már ott vagyok, te vagy a pénzszállító, tételezzük fel. Igen. De ne engedjük. Igen, ugye legyen Jani a pénzszállító, mert eddig értem. Igen, oda megyek hozzád. Jani! Puskát szorítok a falon. Mondjuk, ha így összekiröljön. Jani! Pénzt vagy életed? Menj már felé. Nem úgy, vagy Feri, te vagy azt mondta, nem én vagyok. Nem látom. Nincs rádió, érte, nekem is meg kell élnem valami, nem bolcskodjál már. Nem vagy, Feri, te vagy. Téged, nem én vagyok, Jani, pénzt vagy életed. És itt húzzál vissza Velencére. Érted? Jó, Feri, majd hívlak, te az. De várjál, ha te azt mondod, hogy Feri, nem a gyere, mert most csak 20 millió van bent. Holnap lesz 400 millió, gyere holnap. Hát ezért. Nem fogok elmenni, mert ott vagyok most pont. Tudja, hogy nem tudja. De hát ugyanúgy a veszélyt kevés, nem fogja mérsékelni. Akkor azt mondja, hogy Feri, ugye soha nem tudtál szemben, mindig vakított, hogy te vagy az agy. De hát mindenkit ugye, te azért érted a kettő közt a különbséget. De te nem 360 millió különbség, jó? De nem mutatom, fogok hogy holnap, érts, de ember, nem fogok minusz... holnap visszajönni azért, mert holnap 360. Örülök, hogy hát ezt akkor azt már elviszed, persze. Hát akkor a 20-as lefej belőlek, érted? Jani! Hát de ne ülj. Igen, vagy Feri, 8 évig együtt ezt. Van egy hallgatónk, aki ismeri azt, aki rabolt. Halló, jó reggelt! Jaj, sziasztok, jó reggelt! Hello. Jó reggelt, hello! Neveket nem mondja. Neked a tanítványod volt az, aki most elvitte ezt a 61 millió forintot? Hát, hogyha most a tavalyi sikasztásról van szó, akkor igen. Igen, hát ez 2015-ben történt, csak ugye, igen, ezt valószínűleg most kapták föl, most lett jogerős, most tudtak vádat emelni, igen, tehát ez most történik. De hogy volt tanítványos sportfogadásban? Na, várj, akkor kezdjük az elején, te is pénzszállító vagy. Már csak voltam. Voltál. És őt berendelték melléd, hogy te tanítsd ki a szakma csinja a binyára? Igen, igen, ez csinyára, így tudom, mint nálunk. Aha. Miket kérdezett, vagy milyen tanítvány volt? Hát igazából akkor még nem volt fura, de nagyon szétszólt, meg az volt az érdekes benne, hogy már mindent a legelején rögtön tudni akart, hogy mit, hogy jelölünk. Hát mi járatlapnak hívtuk azt a papírt, amin jegyzeteltük, hogy felírtuk a szállítmányokat, és igazából csak így utólag volt fura, hogy azért így a legelején nem szokták a tanítványok rögtön megkérdezni, hogy akkor most pontosan hogy is van, meg hogy kell csinálni. De mire gondolsz, hát biztos, hogy veszik át, hogy milyen ellenőrzés van, hogy mennyi pénz van a zsákban, tehát azonnal mindent ő tudni akar? Tehát... Hát azt például soha nem tudtuk, hogy mennyi pénz van nálunk. Azt ti nem tudjátok? Uh-huh. Tehát mi mindig zárt szállítványokat vettünk át, lehetett benne egy csomag zsepi, vagy lehetett benne... Mondjuk aki veletek küld egy csomag zsepi, azért az biztos sem egy. Észnyi gyerekek, van benne négy disznósajt. Na, azt ő disznókkel. Mit akar tudni, igen, vagy miért volt gyanús már akkor? Akkor ugye nem volt gyanús, mert nem gondoltam, jó tanítvány, mindent tudni akar. Igazából csak annyit, hogyha esetleg mégse volt szállítás, mert ilyen előfordult,
akkor azt hogy jelöljük, mikor derül ki, hogy, hogy feldolgozták-e a pénzt, az ilyen 2-3 napos átfutási idővel volt. Tehát elvileg azt tényleg megcsinálható, hogy innen felveszem, de ott azt jelentem, hogy nem volt szállítás, és A-ból B-be a pénz nem ér oda. Igen. Tényleg? Hát azt hiszem, azért ez egy komolyabb rendszer, hogy azért a két nem tudom, intézmény azért szól egymásnak, hogy figyelj, elindult, vagy úton van, vagy hát ezt ma kapjátok meg, erre készüljetek. Tehát ez döbbenet, hogy ezt meg lehet csinálni. Hát van olyan, amikor mondjuk egy inkább pénzintézeteknél szokott előfordulni, hogy szólnak előre, hogy mégse lesz szállítás. Uh-huh. Tehát ez működik, ez a dolog. Tehát nem minden esetben működik ez a dolog, mert valamikor ez elfelejtődik, ugye ez egy bizalmi állás, igazából a pénzintézet meg a munkáltató is igazából elhiszi, hogyha én azt mondom, hogy nincsen. Hogy nincsen szállítás. Igen, ezekben a zsákokban ilyenkor festékpatron van, vagy ez nagyon amerikai, hogy valaki elrabolja, feltépi, és aztán festékes lesz minden, és használhatatlan a pénz, ilyen nincs. És az arcon ezt nem mondhatom el. Meg kéne, hogy jöjjél? Aha. De persze. Már nem vagy pénzügyő. Vagy nem vagy már pénzszállító. Én most kimegyek, elmondhatod a többiek. De már nem vagy pénzszállító, költ téged egy olyan titoktartás, hogy míg utána bizonyos ideig erről nem beszélhetsz? Persze. Jó, akkor csak azt mondd, hogy van vagy nincs. Ügyes, jó, nem akarok más tudni. Jó, hagyjuk a részleteket, van benne vagy nincs? Piros vagy zöld. Jó, akkor azt mondd, milyen színű? Lemoshatatlan piros. És hogy van az, hogy ti egy összeget egyébként egyedül visztek? Tehát azt gondolná az ember, hogy mondjuk 60 millió forintnál már legalább ketten vigyáztok erre az összegre, akkor ezt egyedül vitte? Ugye biztos láttatok már ti is pénzszállítót, hogy egy ilyen nagy fémtáskával mászkál a kezében. Biztosan láttatok már. Az, hogyha mondjuk mi elengedjük, akkor az azonnal megsemmisíti a pénzt. Úgyhogy... Ilyen modern, megijesztenek, hogy kiesik a kezedből, akkor fölrobban a szatyor? Vagy van egy bilincs a kezeden, tehát nem tud csak úgy kiesni? Nem, nincs bilincs egyáltalán. Nem, hogyha elengedem, akkor onnantól kezdve, akkor vége a lóvé. Várj, ezt nem értem, tehát te fogsz egy fém bőröndöt, bemész mondjuk, nem tudom, valamelyik bankba, viszed be a pénzt, és ha te azt ilyen térd magasságban kiejted a kezedből, és az leér a földre, akkor az a táska fölrobban? Vagy a pénzben nem megsemmisül? Van még egy biztonsági intézkedés, amit szintén ugye nem mondhatok el. De igen, megbotlasz, vagy beszorulsz a körfolyó ajtóba, tudod? Olyan vagy valami történik, egy csatornafedőben megbotlasz, fölrobban 100 millió forint. Ne csinál! És olyan baleset volt már, hogy mondjuk a pénzszállítás közben beelmetetek inni egy kávét, és elveted a kávét az egyik kezeddel, az aprót pedig a másikkal, és rögtön megsemmisül 80 millió forint. Pont ez a srác robbantott velem egy táskát így. Ő fölrobbantott egy táskát? Akkor szerintem azt is elcsorta. De hogy fölrobbantott? Tehát megbotlott? Vagy mi történt? Nem, hát ennek is megvan a módja, hogy kell fogni egy ilyen értékszállító táskát, és egyszerűen nem jól csinálta. És ilyenkor kinek a felelősséget? Te mondjuk teljesen véletlen megbotlasz egy rákban. Tehát arra sétál egy rák. Tökéletes. Te megbotlasz egy rákban például. Ja, egy tolatórákban. Fölrobban mondjuk a kezedbe 50 millió forint, de te nem akartad elvinni, ott voltál már a bank bejárata előtt, de emberek vagyunk, megbotlasz. Az a pénz fölrobban, akkor azt kiállja? Hát ilyenkor ugye biztosítva van a pénz, de tehát az értékszállítónak, hogyha az ő hibájába történik az egész, akkor valamennyit, nem a pénzből varnak rá, hanem ugye a táskának. Jó, de mondjuk, tehát hogy bizonyítani tudod, hogy ez egyébként így történt, hogy érted, rátérdelsz ráknak a páncélját, és rak hátra az ollóit, a rohaték! Csinálj egy fotót a rákról, hogy megbotlottál egy rákból. Igen, mert azért a fizutból lemondják mondjuk 3000-esével, azért az érdekes, az egy nagyon hosszú, ez egy nagyon hosszú törlesztés. Mennyire stressz? Majdnem 400 ezer forint maga a táska. Ez a robban, erről még nem hallottam, a festékpatról igen, de hogy ez megmozdul az ember, vagy lejted, és ez megsemmisül, ezt nem hallottam. Is csak kettő van belőle. Igen. Mennyire stresszes meló ez nektek egyébként? Én nem tudom, én mindig úgy dolgoztam, mint hogyha egy zsákrumplit vittem volna, tehát nekem soha nem volt az, hogy nálam pénz van. Soha nem kísértés jelleggel sem, gondolatilag nem, sem? Játszik el az ember a gondolata, hogy 100 millió, atya Isten, ha hát most... Ugye az ember függő, de nálam soha nem volt. Aha. Én még biztos azt csinálom. Sokszor van olyan, bocs, hogy mondjuk egy bármilyen pénzintézetben mondjuk elfelejtik lezárni ezt a zsákot, és nyitva adják át.
Ez is nagyon sokszor előfordul. Hüde profik, nyitva kapod meg. Igen. Ilyen is volt már sokszor. És ott kikandikál egy egyem, csak kiveszed, nem? Igen. Hát azt írja valaki, egy gyújtóval menni, és a pénz összeég ilyen zselészerű anyaggá. De akkor a biztosító hogy biztosít, hogy végig kell menni egy akadálypályán, hogy a csetlőbotló biztonsági őr vagy-e, vagy ügyes? Tehát, hogy milyen a koordináció, érted? Fölveszel egy ilyen nagyon izguló csetlőbotló pénzszállítót, aki az első nap elvágódik neked egy fekvő rendőrben, gyalog, és megsemmisül 100 millió forint, azért az érdekes. És most mivel foglalkozol egyébként? Mérnök asszisztens vagyok. Nyugisabb? Nyugisabb, nem? Persze, hogy nem. Nyugisabb. Hát nem 16 meg 17 órában dolgozok, hanem 8-ban. Szerintem, hanem 20-ban végre. Hát volt olyan, amikor 20 órát voltunk benne egy műszak alatt. Kemény, azért ez kemény, kemény meló, stresszes, meg hát baromi nagy a felelősség. Igen. Köszönjük, hogy elmondtad nekünk ezeket, hát nem ismertük ilyen részletekig, sem az ügyet, sem a pénzszállítás rejtelmeit. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Szia, szép napot. Én elrabolnám, elásnám, leülném és használnám. Pont, tehát akkor már inkább ezt mondja, hogy bemegyek és fölrakom a pirosra. De nem? Szerintem ő ezt csinálta, amit te mondasz, csak ezt mondja. Gyerekek, föltettem a pénzt és elbuktam. Érted? És elásta a börzsönyben? És elásta a börzsönyben, ő most leüli a 10 évet, vagy nem tudom mennyit kap, ezért kijön. Mindenki azt gondolja, hogy a szerencsejáték ZRT-nél van a pénze, mert elbukta, elmegy a börzsönybe, kiássa a bőröndöt, és megvan a 60 millió forint. Én szerintem kézzel, de szerintem nem ennyire tudatosak. Hát az a srác, hogy a PlayStation-t vett belőle, meg nem tudom, szegényképpen. Ő egy pici zavartabb volt, igen. Van az a pénz, amiért egyébként elrejted a börzsönyben a falá, és leülöd? Hát... Mennyit van? Kell, van az a pénz? Nincs most. Mondjuk, hogy 8 évről beszélünk börtönben. 8 évet kell ülni, és 8 mennyi évet pénz? Kell. Jó, üljél 6-ot mondjuk, a 8 az túl sok. Elviszem mondjuk 100 milliót, az kb. 5-6 évet. Jó, nem tudom pontosan. Mondjuk eleve nem életszerűd, és eleve ahogy te ásol, úgy hetekig tartod. Mi bajod az ásási technikámmal? Nem ásom olyan. És meg nyilván oda is kocsival menni, és biztos, hogy kiszúrnának az erdészek, hogy mész fölfelé a hegyel. Mit csinálod? Ugye, mit csinálod? Természet, mire még... Nagy reflektor. Miért van rajta a síkesztyűk? Miért van rajta símaszk? És mi az a lapát a kezében? És mi az a zsák a hátán? És egy fejlámpa a fején? És miért kanalakalás? Na, de csak egy kíváncsiságból tessék. Van az a pénz? Nincs. Mert szerintem mindenkinek van, nem? Vagy van olyan, akinek nincs? Tudod, szerintem mivel nyugtatnád magad, azt mondanád, hogy az a bankén, meg az biztos biztosítva van. De most én nem mondom, persze, morális kérdésről se jut. Nem az adófizetőktől lopom el, mint mások. Ez nekem nem érdekel. Nekem az jut eszembe, hogy mondjuk a gyerekedet nem látod felnőni. Tehát ha most én beülök 6 évre, de utána sokat lesztek Disneylandben. Így van. Az mondjuk igaz, és még csak 15 lesz a meg panna. Annál nagyobb a meglepetés. Igen. Apa, te hagy apa, az. Apa. De érted, és nekem nem idegeskedsz a kettesek miatt. Igen. Mondjuk ez igaz. Igen, és majd kérdezi a panna, hogy te ki vagy, mert az én apukám bent fürdik a fürdőszobába. Kicsoda! Kicsoda! Békám, ki ez a csávó? Igen. És egy nagy darab csávót zuhanyzik a kis izé rózsás zuhanyfejedbe. Picit nehezen szoktuk, nem mióta 4 éve hazajött Nigériából. És ott ül a Napaliban, okú, uka maga. Na jó, állj meg, álljatok meg, Réci. Most kell megállni. Anya is innen még van visszaút. Anya is sokkal többet mosolyog. Ja, igen. Na jó van. 7:30 múlt pontosan 5 perccel. Írjátok meg, jó? Csak hogy körülbelül mi az az összeg tényleg? Mondjuk nézzünk egy 6 évet. Bemész, nem mész be, vállalod, nem vállalod, hova rejted, mit csinálsz? Ez a felteszem a pirosra, ez a teljes rejtély. Vagy a Barszára, vagy a Bayernre. Tehát, hogy ez elképesztő. Elképesztő. És ő átmegy egy pszichológiai teszten közben egyébként, és aztán bemegy egy lottozóba, és felrakja egy meccsre. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mi pedig egy újabb helyszíni játékkal készültünk, és... hát itt ügyesnek kell lenni. Itt ügyesnek kell lenni. Nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű, de nagyon fogjátok élvezni mindannyian, annyi nyalt ki a csuprom játékban. A nagy mézteszt. A nagy mézteszt. Ez a játék neve. 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt lehet nyerni. Nagy mézteszt. A játék a következőről szól. Szabályt ismertetek. Figyeljetek. Ki tudja, csupasz nyelv. Gyerekek. Beszél. Szóval... kinyilatkoztat. A lényeg, hogy fel kell majd ismerni, hogy mi az, amit kóstol a játékosunk.
Mi ebben neki segíteni nem tudunk, de ha felismeri az adott dolgot, akkor 10.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk. Ha kettőt ismer fel, mennyit adunk, Feri? 11-et. 20-at. És ha mind az 5-öt felismeri, akkor 15-öt. Így jön ki, ez 50, így van. Megvan az 50. Élek a gyanú perrel, hogy ezek között az élelmiszerek között nem lesz mindegyik méz. Még kell előni a poén mindig. Hát de még nem szóltál előre, hogy... Szerezzünk egy játékost, én azt mondom, egyet, jó? Küldjük ki a mi száguldó riporterünket, Ferencet, és nézzük meg, hogy... Én már csak lassan száguldanék. Jó, hát már nem annyira... van már, nem száguldozok itt össze-vissza. Csoszogják, bácsika, csoszogják ki egy játékosért. Micsoda, jó? Bekötött szemmel kell majd kóstolni, ez nagyon fontos, és ahogy János is mondta, így van, nem mindegyik méz lesz, el kell majd mondani, hogy szerintem mi az, ami kóstol. Hello! Hello! Neved? Renáta. Renáta, szia! Na hát kérlek szépen, te fogod János csuprába dugni a nyelved, vagy János csupraiba, ugye, ahogy ő mondta az előbb. Jól láthatóan van benne méz is, ugye, mert még most rápillanthatsz, de mit gondolsz, hogy az a sötét barna a negyedikben mi lehet? Áfonya lekver. Bunda! De okos. Miért kell ezt így? Okos. De nem az egyébként. Jó, hát de miért kell ezt csak így ide, hogy átmondja a lekvár? Mit mondjak, mit szeretnél? Amit nem szerettem volna, nem akartam én semmit szeretni ezzel kapcsolatosan, gondoltam, hát ha valami más jut eszedbe. Jó, akkor ne nézésből döntsük el, ugye? Hanem nem, kóstolásból. Persze, kóstolásból abszolút. Bekötjük a szemed. Bekötjük a szemét a játékosunknak. És akkor 50 ezerig meg se állunk. Így van. De akkor nekem is meg kell, vagy valaki ezt tudja, hogy mi micsoda? Felkészültek vagyunk abszolút. Tudni fogjuk, hogy melyik micsoda így van. Csak a játékosunk nyakában még van egy nagyon nagy sál, amit most megpróbálunk elvenni tőle. Drágának tűnik, úgyhogy nem is adjuk vissza. És mivel női neked jól áll. És mivel egy női sál, magamnak így van, mert nagyon szeretem a női sálakat. Na, játékosunkra felkerült. Nagyon rossz, hogy nem látok. Ugye, ez a lényeg a játék. Igen. Tehát működik a kendő. Működik a kendő. Jaj, de romantikus. És ez még csak a kezem. Na, gyere. Így? Igen. Itt az első, engedd el a kezem, mert most kibontjuk az első üvegcsénket. Na, Renáta vár is kóstol, a hostess leányzó pedig egy pici kis kanára önti a kóstolni való. Nem lehet levenni, nem? Nem, hát miért nem lehet levenni? Nem lehet. Nem lehet, Renáta. Ki a szádat. Renáta kinyitotta a száját, Feri pedig beledugta a kanára. Belein beledugtam neki. Ez méz. Ez méz. Elég ez nekünk, hogy méz, vagy meg kell mondanunk, hogy milyen méz? Ennyire ne legyünk profik, mi? Milyen méz? Mit olvastál, Feri? Gesztenye, termelői gesztenye. Azért az eltartott volna egy játék egy ideig, mire megmondjuk gesztenye. Jó, de méz, meg jó, vagyunk. Megvan a 10.000 forint. Oké. Okay. Követ nagyra. Ez most pacal belőle. Új, de finom étel, azt kérlek szépen. Na mi ez? Buba. Ez virágméz. De milyen virág? Hallod? Ne, ez jó, ez egy kikristályosodott méz. Igen. Azt érezted, de ez is virág. Nagyon jó. Ez jó vagy. 20 000 forint. 20 000, abban jó. Abból sokat adjál neki. Tudom, milyen könnyű ez a játék, anyámat is elhívom. Ne válogassál, ne fogdossál. A mama, hogy örülne egy vásárlás. Ne fogdossál, nyeljél, várjál. Ó, de mit? Feri, ahogy a régi szingli életedben, ne fogdossál, nyeljél. De szép idők voltak azok. Ja, mi ez? Mondd meg, hogy Renáta. Mi ez? Jaj, rántott hek. Mogyorókrém. Igen! Aj, de jó! Betyárját. Hát figyelj, nehéz játék ez. Aha, mogyoróval, így a pontos. Így jó, a mogyoróval. Pontos. Elfogadjuk. Nagyra. Jó nehéz feladványok egyébként. Nézzük. Mi az, hogy nagyon rossz, nem nagyon rossz? Kakas pörgöd. Kakas töke pörgöd. Csülök pékném oda. Időt kérek. Időt kérek? Nem magyar. Francia specialitás. Igen. Akarsz még egy kicsit nyolakon? Na, de végre nagyon valami... szeretnék, igen. Próbáld körbeízni a díszt, és akkor segítünk. No, várjál. Várjál már, mondd, hogy mit érzel. Próbáld körbe... Milyen? Krémes, vaníliás, fahéjas, szekhűszeges. Enyhén pikáns. Igen. Uh-huh. Enyhén pikáns. Egyelőre olyan, mint Jani Zoknia. Az, vagy nem az? Jani Zoknia, enyhén. Igen, ez még bármi az nem enyhén. Igen. Enyhén pikáns. Hát így nem tudunk neked segíteni. Balzsamecetes. Balzsamecetes. Aha. Enyhén pikáns, balzsamecetes. Nem tudom. De ne menjünk tovább. Legyen, mi lenne, ha megállnánk? Azt mondom, hogy balzsamecetes. Okos vagy. És tudja. A kutya, és hát, na ez az. Egyszerűen hihetetlen. Elképesztő. És akkor még föltesszük a végén az íre a pont. Gyerekek, eddig azért csont nélkül 40 000, csak mondom. Nem rossz. Nem, ez nem rossz. Ez méz.
Méz. Méz? Igen? Na de milyen méz? Nem, akác, ne hársózzá. Akácfa, akácméz. Aha, akácméz. Ezt eltaláltad, de az igazi... Hátul érzem a nyelvemen. Az igazi kérdés az az, hogy ki jön a kabátodból. Amit rákentünk véletlenül, és a nagyon drága sálon. Levehetett kérlek szépen a kis szemellenzőt, valóban. Két méz. Ötből öt. Mogyoróvaj. Balzsamecet és még. Jó vagyok. Hát komolyan. Egyébként igen, majd a sminked igazíts meg, mert egy kicsit elkentük ezzel, de az nem érdekes. 50 ezerért kenjük is nyugodtan. Ezt nem mondott, tényleg nem. 50 ezer forint. Igen. Nem hiszi el. Hát aranyos, hát persze. Hát de nem. Még az 50 ezer mellé a gyerekem nagyon szeretne egy morning show. Az eszem meg. Na, kicsit egy jó, vigyétek innen és verjétek meg a sátor mögött. Kezdesz szemtelenedni. Nem az én gyerekem, ne ferízzél az övé. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen csomagot. Nagyon drága vagy. Ügyes voltál, Renáta, gratulálunk. Ez bárki csinál a nap 8 órában az országban, nem? Hogy? Ezért az óra bérét. De egyébként ez gyorsan összejött, így van. Na, drága hallgatók, tessék akkor nekünk küldözgetni a kis apró pici kis versecskéket, jó? Hogy ugye kettő darab szónak kell benne lennie mindenképp a méznek és a méhnek, ha pedig elkülditek, akkor megszórunk benneteket vásárlási utalványa. Na, azt mondja, hogy nézzünk gyorsan, mert jött még egy friss közlekedés, van egy baleset, állítólag a Margit hídon Buda felé, és emiatt kezd bedugulni a Margit híd is, úgyhogy ha tudtok, akkor kerüljetek, ha pedig valaki látja, hogy mi a helyzet, akkor erősítse ezt meg nekünk. Milyen az időként, Ferenc? Hideg, rettenetesen hideg, és fúj a szél, ezt a kettőt tudom elmondani, úgyhogy nem is értem, hogy ez a látvány kaptár, ami itt van mellettünk, abban hogy élnek, hogy nem fagytak bele a méhek. Mert egyébként a ízéből, a szállodából egy még se jött ki, nem tudom, figyeltétek-e. Mondjuk nyilván hosszított szobafoglalással vannak. Így van, nem meg kell. Be van csukva az ajtó, azért ja, sokat az számít, igen. Hogy nem hagyják nyitva az ajtót. Hát mondjuk tényleg, csak a teteje van nyitva. De ilyenkor egyébként megtudunk majd többet is róluk, mert van szakértőnk a hírek után, hogy ilyenkor ők lelassulnak, hogy a hidegben ők nem nagyon mozognak, nem? Ugye? Nem. Szerintem ilyenkor nem csinálnak semmit, csak fekszenek a hátukon, és kapáloznak. Körbe-körbe. Fekszenek a hátukon, és bogár táncolnak. A kis lábacskájukkal. Nem, nincsen dolgok felé. Gyakorlatilag semmi. Nyilván be vannak tárazva egy ilyen nektárból, meg virágporból, időnként falatozgatnak, ha megébrednek, etetik egy kicsit az anyát, aztán viszont látásra visszafekszenek. Mm-hmm. Mit csinálnának? Ezt meséltem, hogy ezt láttam. Várják a következő trónokharc. Igen, és a Banshee következő részét. Ezt meséltem egyszer, milyen intelligensek. Azt ilyen ismeretterjesztő csatornán láttam, hogy berepült egy darázs a méh kaptárba, és akkor hogy kapják el a darazsat? Hello, hello, hello! Hol lesz a séta? Így, pont így. Ahó, darázskomám. Eszeddél egyé. Nem, rárepülnek a méhek, a darázsra, és elkezdik össze dörzsölni a szárnyukat, és ezáltal hőt állítanak elő, és megsütik a darazsra. Oh, és azok, akik rajta vannak, és a hőt előállítják, ők is megsülnek? Valahogy nem, ők nem sülnek tehát meg. Nem öngyilkos akció. Nem öngyilkos akció, valahogy ők hőt termelnek ezáltal, és a berepült darázsra 4-5-re rárepülnek, nem tudnak vele nagyon mit csinálni, meg okosak is nem akarják megbökni, ezért hőt termelnek, és a kis dörzsöléstől megsül a darázs. Ez a, igen, még mikro. Igen. De hogy is nincs ilyen, mikro? Hát nincs ilyen, ne legyetek már hülyék, persze, dörzsölik a szárnyukat. Nem, tényleg, ez megsütik a darazsat. Nem tudom, mi van, ha berepül 100 darázs, mert az már egy picit nagyobb meló, de milyen okosak a méhek. És milyen jó, hogy egyébként a szakértőnk majd most fog bejönni, mert hogyha egy picit okosabb lettél volna, akkor úgy csináltad volna, hogy ezt a sztorit már a szakértő távozása után mondtad volna el, mert most beéghetsz, azért valljuk be őszintén. Nem, ezt én a saját... Beéghetsz, mint darázs a kasbőcsi. Én ezt a saját szememmel láttam egyébként. Na de mindjárt megkérdezzük, milyenről egy szakembert. Meséljen nekünk kicsit erről, mert olyan keveset tudunk, egyáltalán tényleg vezesse le azt az einsteini elméletet, hogyha miek elpusztulnak 4 év múlva, nekünk is kampec. Igen, hát Albert Einstein Einstein ezt mondta, állítólag így van. A jóslatot, igen. Hogy ő állítólag kiszámolta, hogyha mondjuk a méhek elpusztulnak, amiknek köszönhetjük ugye a legtöbb virág beporzását, akkor nekünk már csak kb. 4 évünk lesz hátra. És ezt le tud nekem vezetni? János, fél percben? Hát persze, vadon János vagyok, nem Albert. Hát nincs porzás, nincs növény, nincs növény, nincs élelmiszer, mert az állatok is növényt tesznek, ők is meghalnak, azt nekünk nincs mit tenni. Azt én csókolom. Még egy darabig el vagyok a kis készleteimmel, de ti már akkor régen nem lesztek. Igen, nekünk végén. Na, megjött a az igazi, az egyetlen hamisítatlan. A valódi? Jó reggelt kívánunk, hello. Méhész, hello, jó reggelt kívánunk. Hello, megjött a méhész. István, hello, István, Tóth is.
István itt van velünk. Méhészként ilyen hidegben az embernek nincs nagyon dolga, azt gondolná az ember, vagy van? De van dolga, csak nem a méhekkel, hanem a méh kaptárakkal például azokat rendezgeti. De mi szigeteled ilyenkor, hogy ne fázol? Hát csinálogatod. Méh viasszal. Nem, nem. De ilyenkor az ilyen faipari munkákat el lehet végezni, meg az előkészítését a lépeknek, például műlépezni, ilyesmiket csinálni. Egyik lépés a másik után? Ja. Meséljük el egy kicsit a hallgatóknak, hogy hogy ne néz ki egy még szálloda, mert hogy ezt ugye baromi sokan nem tudják elképzelni, és kicsit mi is más gondoltunk. Ugye egy pici faház, hogy mi van benne, mit csinálnak a méhek, ilyen, mi történik egy még szállodában? Ez egy méhes ház, úgy hívják, és 5 méh családot költöztettünk bele 15-én. Benn van kaptár, 5 darab kaptár, és az ő kijárójuk van összekötve a faházon lévő nyílásokkal, és ott tudnak kijönni, úgyhogy kirepülnek. Ez az 5 család, ez hány fejtor és potroh? Nem tudom. De egy hány család darab? Mennyien laknak hát körülbelül? Amikor termelő időszakon, akkor 50-60 ezer méhecske van körülbelül. Igen, egy familiban. Igen, és amikor nincs, családban. Akkor ezek elpusztulnak? Akkor lemegy 10 000-re, többi az, vagy elmennek és új családot alapítanak? Telelni olyan 15-20 ezer szokott áttelelni. És amikor megint szezon van, akkor összekapják magukat 60 ezer. Igen. Ha akkor te bemész hozzájuk, akkor tudják, hogy nem akarod őket bántani? Nem. Nyilván nem arra gondolok, hogy welcome Pezsgővel. Igen, itt vagyok, nem erre gondolok. Ezért szoktuk füstölővel füstölni őket, hogy egy kicsit megnyugodjanak és kezelhetőek legyen. Az arról szól maga a füstésétől, kicsit bekábulnak, tényleg? Én úgy olvastam egy könyvben, hogy ilyenkor azt hiszik, hogy mintha tűzvész lenne az erdőben, ahol laknak, és akkor teli szívják magukat mézzel, hogy tudják menteni a menthetőt, és ezáltal egy kicsit nyugodtabbak lesznek. Na, de hát nem akarná elmenekülni, ha ég a házat. Teli hassal. Ja, igaz, te hülye vagyok. Milyen okos, hogy úgy gondolkozik, hogy legyen tele a pocakja, megszívja magát, hogyha majd átrepül A-ból B-be, ott meg akkor kiengedi magából, megpróbálja átmenekíteni a mézet. És igen, akkor, igen. És addig lapul. Egy kicsit nyugodtabb lesz, és akkor kezelhetőbbek. Persze, elég szeszélyesek a méhecskék, mert attól függ, hogy milyen időjárás van. Vagy hogy van-e hordás bizonyos virágokról, vagy nem. Van, amikor kezesek, van, amikor agresszívek. Ez tök jó egyébként, hogy így mondod, egy könyvvel olvastam valahol, hát ennél furább csak az lett volna, hogy azt mondod, hogy hát tököm se tudja. De eddig bejött. Hát ki tudja az ilyesmet. Én is könyvekből tudok ilyeneket. Figyelj, hát az ember csinálja, amit megtanul. Hát, igazából egyszer bement valaki füstölővel, az bejött neki. Működött, és azóta azzal lehet. Igen, különben a méhek nagyon jó tanárok, erre már rájöttem, mert mindig addig gyakoroltatják a méhészkedés veled, amíg jó nem csinálod. Ez hogy érted? Tehát, hogy hát az úgy, például, amikor anyát kezdtem el neveltetni velük, akkor 4-5-ször nem sikerült, és mindig utána kellett néznem, hogy mit rontottam el, és mire minden jót csináltam, addigra sikerült anyát neveltetni. Na de hogy az anyát neveltetés, ez önmagában mit jelent? Mert ugye ezt mi laikusként hát, azért kevésbé tudjuk. Általában le kell ez cserél. A királynő? Nem, hát... a családjáról beszél. Ja. Nagyon öreg volt már az enyém, egy újat neveltünk. Királynő? Mi anyának szoktunk hívni, és őt szoktuk lecserélni 2-3 évente. Mert jobban petézik a fiatal királynő, vagy a fiatal még anya jobban petézik, mint az öreg. Tehát, hogy a Fletton mondta már, tudod, öregecske. Öregecske. Igen. Hogy néz ki egyébként a hierarchia a méheknél? Tehát állítólag nagyon komplex kis társadalomban élnek egyébként. Mindenkinek megvan a saját feladata, hogy mit csinálnak a dolgozók, mit csinál a királynő, mit csinálnak a többiek. Sőt, még időrendben is, tehát hogy attól függ, hogy milyen idősek a méhek, attól is függ, hogy mit csinálnak. Komolyan? Igen. Tehát van, aki kiöregedik A-ból B-be, akkor egyszer csak eddig csinálja azt, és utána átáll egy másik tevékenységre. Tudsz mondani konkrét dolgokat, hogy miket csinálnak, hogy mi a feladatuk? Ki kell a fiatal méhecske, akkor például csak körbenéz, tisztogatja magát, utána nekiáll a kaptárat tisztogatni, utána nekiáll gondozni a fiasítást, ugye még ki nem kelt méhecskéket, aztán nekiáll vizet hordani, aztán nekiáll virágport hordani, majd a végén mézet. És akkor így már nem olyan nagy kár, hogyha esetleg kinne elpusztul. És olyan így a méhek megbeszélik egymással, most még vizet hordok, de holnaptól már kirepülhetek. Hallom, szerintem sinem vagyok, megcsinálom. Nem, ja, helyesek egyébként, de nem, ez igényfüggő. Tehát, hogyha valamiről nagy hordás van, akkor a fiatal méhecskék is nekiállnak hordani nektárt. Tehát egyszer csak átugranak mondjuk egy tevékenységi folyamatot. De hihetetlen intelligensek egyébként, nem is gondolná az ember. A királynő pedig bent csücsül, neki van a legjobb dolga, nem? Hát, neki semmi feladata, csak petézni. Csak a csúnya, szex állandóan. Az csak egyszer-kétszer van náluk. Igen? Igen. Egy szex, és aztán csak a petézés. Hát a fiatal anya. Az milyen?
fiatal. Egyet szexelsz, aztán csak a szülés. Azért mondom, nem akarnék ilyen társadalomban. Hát, hogy kihasználják a nőket? Hogyha az neked jó dolog esetleg, hogy napi 1500-2000 petét raksz szezonban. Azért az kemény. Ha te kiemeled a királynőt, akkor jönnek vele a többiek is? Tehát úgy lehet elérni, hogy mondjuk rátszálljanak, mit tudom én, 50 ezeren, hogy ott van nálad a királynők, és mert utána még látok ilyen videókat, ahol egy emberre rászáll nem tudom hány darab. Nem szoktam ilyet csinálni, de az anya termel anyaterméket, ez egy illat. Aha. És ettől ismerik meg egymást a méhek a különböző kaptárakban, tehát hogy nem engednek be például idegeneket, és hogyha ezt a terméket így magadra kened, akkor szépen rájönnek a méhecskék, ugye, ahogy szokott. Tehát mindegyik kaptárban mindegyik méhecske más illatú, és például így különböztetik meg egymást, hogy érzik, hogy ő nem abból a kaptárból való. Más illatuk van az anyák miatt, igen. Tehát elviekben megcsináltam azt, hogy megtrifálom valamelyik volt osztálytársamat, hogy osztálytalálkozó, hogy berakok a zsebébe mondjuk egy gyufás dobozt benne egy anyával, és hirtelen rászáll 6000 darab méh. Nem, azért nem. Nem? Nem. Miért ennyire fontosak ők nekünk? Mert az ember mindig hallja, hogy fontosak, aztán közben mindig azt halljuk, hogy évről évre egyébként mennyien pusztulnak el, különböző rovarirtószereknek köszönhetően, meg növényvédőszereknek köszönhetően, Amerikában mind a felére esett vissza a méh populáció. Tehát olyan, mintha csak az ember mondogatná, hogy fontos-fontos, de közben egyébként meg valódi védelem nincsen. Hát nincs sajnos, igen. Valahogy együtt kéne élnünk velünk így a civilizációban, tehát hogy jut is marad is alapon, tehát hogy permetezzünk ésszel, hogy legyen termés, de azért vigyázzunk a beporzókra. Tehát ezt el lehetne különíteni, és szerintem fontos is lenne erre figyelni. Ezért pusztul a legtöbb egyébként, tehát a különböző bepermetezés, növényvédő, rovarirtószerek miatt? Igen, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt volt rengeteg Somogyban például. Nagyon sok, tehát ezres számban pusztultak el mély családok pont a permetezés miatt. Ez szerintem borzasztó. Hát ez kemény, igen. Meg akkor hiába véded meg a növényt, ha ugye nem lesz belőle termés, mert ha elpusztítod a méhecskét a védelemmel, akkor van ugyan egy épp fád, de nem lesz rajta gyümölcs, meg nem lesz. Lesz valamennyi termés, de például uborkánál olvastam azt, hogy 28-szorozza a termést, hogyha odaengednek beporzókat az uborka virágához. Ja, igen, azt hiszem, hogy uborka egy szerző, egy szakíró, doktor uborka József. Igen, nem. A fő méhész, doktor uborka József. Egyszer azt olvasom, hogy a méheknél például van egy olyan méh, akinek az a feladat, hogy kimegy, ő a járőr és a felfedező, kimegy megnézni, hogy hol van különböző, nem tudom, virág beporzó hely, visszamegy, és különböző repülés irányokkal jelel a többieknek, hogy merre induljanak. Egyébként barom intelligens. Ez a méhek tánc, igen, ilyen van. A méhek tánc. Ezzel mutatja meg, hogy merre kell menni a gyűjtés. Igen, ő kimegy, megnézi, visszajön, és irányokban megfigyeltik, hogy táncol a méh, annak az iránynak megfelelően indulnak el valahogy a többiek, tehát leadja a jelzést. Barom intelligensek egyébként. Tényleg. Megvan, hogy meg tudja mondani, hogy körülbelül mennyi a nektár, ami elérhető, meg tudja mondani, hogy az milyen messze. Ezt eltáncolja? Eltáncolja, igen. És hogy a nap... Hogy van a 2 kilométer? Mutasd már meg, légy szíves. De hogy mennyire intelligensek, komolyan. Tehát, és azt is, hogy a nap irányába, vagy a nap ellenébe kell repülni, meg hogy milyen szögben van a nap. Tehát, hogy ez ilyen nagyon-nagyon azt el tudnád táncolni, hogy hozzanak még málnát az aldisok? Elképesztő intelligensek. Hogy ha mondod, akkor hozzá. És ők így kommunikálnak ezzel a tánccal egymással. Én meg azt olvastam valahol, hogy állítólag például, amikor összegyűjtik a virágport a pollent, és hogy adott esetben egyedül nem tudnak tőle megszabadulni, már mert a kasban, akkor azt is eltáncolják, hogy segítsenek a többiek nekik eltávolítani róla. Nem csak csiklandozza, szerintem azért rengatok. Tánc, vagy én nem is tudom, hogy nem. Szerintem segítenek egymásnak, leszokták tisztogatni egymást. De érdekes, hogy a virágport is raktározzák, mert úgy csinálják, hogy belehordják egy sejtbe, és utána a fejükkel megdöngölik, össze legyen döngölve, és hordanak rá egy csipetnyi mézet, és így elsilózzák, mint ahogy a gazda a kukoricát például az elképesztő, állatok. Elképesztő, nem? Tehát akkor ez intelligenciát feltételez? Nem tudom. Egyfajta gondolkodás, hát ha eltáncolnak irányokat, persze ösztön evolúció genetika, de volt hogy közben azért, volt rá idejük, persze, de közben azért gondolkodnak. Tehát, hogy hihetetlen. Szerintem is csodálatos különben. Hihetetlen, hogy a méhek ideig jutottak egyébként az intelligencia felettségi szintjében, miközben vidéki városokban pedig hogy hívják kifli csücsökért, meg egy korty vízért. Egyébként néhány embertársunknál néhány még intelligensebbnek tűnik. De most komolyan mondom. Na, mielőtt bejöttél volna ide a stúdióba, dr. Sebestyén, a méhek nagy szakértője előadott egy... hát hogy is mondjam, a támadó rabló darázs, igen, megsütésének módszerét. Igaz-e ez? Nem tudom csak, hogy hallottad, de elmondom. Egy National-en láttam, hogy berepül a darázs, rárepülnek a méhek, és hőt termelnek valahogy a szárnyukkal, persze, kvázi persze. Megölik a darást. Ez is ti
cimmel, csak nem, nem megsütik, hanem jó, hát most nyilván, azt hiszem két fokkal tudnak többet a méhek elviselni, mint a darázs, és ezt használják ki. Aha, tehát a magá hőt. Igen, hőt termelnek. Bocsássatok, az a szó, amit kerestek, az a bocsbali. Jó, csak mondom, hogy ha esetleg gondolkoztok azon. De a darázs? Vagy meg tényleg? Ő elpusztul. Elpusztul. Hőgutát kap. Na de honnan van a meleg? A méhek termelik ugyanúgy, ahogy a fiasra ráhúzódnak és melegen tartják. 32-35 fokban. Jó, nem, srácok, nem baj. Tehát a bocsánatkérés az a nagy okerénye. Tehát ezzel nincs baj. De jó. Ezzel magamtól ilyet nem találok ki. István, nagyon szépen köszönjük. Ez egy érdekes világ. És az ember ugyan közöttük él, meg velük él, meg ott repkednek körülöttünk, de közben baromi keveset tudunk róluk. És láthatatlanok, igen, mert nem figyelünk rájuk. Igen, és közben nagyon kis intelligens lényekről van szó. Szóval köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad nekünk. Köszönjük szépen. Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.